Hello! Hát három óra környékén lehetett, amikor egyszer csak így uh, Elder Scrolls Online-os közben, egyszer csak így pák, így, így egyszer csak így minden elektromos eszköz felmondta a szolgálatot. Esett egy kis eső, pedig még örültem is neki basszus, hogy, hogy de jó, kapunk egy kis záport, stb. és akkor egyszer csak így ülök, ülök, éppen tesztelem a sorci bildemet és és így minden elsötétedik. Hallom a hűtő, sipol, izé mindenféle eszköz különböző hangokat ad a kikapcsolásnak köszönhetően, és így megszűnt, megszűnt az elektromosság. Hát mondom nem igaz. Hát van még két óra, hogy visszajöjjön, úgyhogy most úgy néz ki, hogy visszajött. Nem tudom, hogy ez meddig fog tartani ez az állapot, remélhetőleg sokáig. Úgyhogy sipol. Nem, nem reptér, hanem, hanem a hűtő olyan, hogyha, hogyha megszűnik az elektromosság, akkor így ö, ilyen kis dallamot fütyül, vagy hát nem fütyül, de hogy ad. Valamilyen úton, módon ilyen kis speaker lehet benne, vagy a fene tudja micsoda. És ö, ennek köszönhetően így elkezdtem, hát rettenetesen, red, egyszer rettenetesen pánikolni, hogy kiolvadnak a húsok, hu nagyon fontos, nem szabad, hogy kiolvadjanak a húsok, ráadásul még ott van a, a, a diós jékrém. Meg hát ugye az innivalom, ami körülbelül 20 percig, hát túlzok, körülbelül 15 percig hideg, amikor behozom ide, és ezt, ezt azért szeretem itt abban hogy adás így kortyogatni nagyon, mert, 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 mert jó hideg akkor még, de hát most már, most már közel sem annyira, úgyhogy hát ennyi. De nincsen sör, hát illetve, várjál, várjál hazudok, Hazudok, mert az ételfutár hozott sört, és mondtam neki, hogy, hogy ne haragudjon, én ezt nem kérem, és akkor mondta, hogy de, mert hogy neki át kell adnia, meg minden, hát mondom, jó van, de most én mit csináljak vele. Szóval így, így hozta, és, és ebből van egy olyan három-négy darab ilyen citromos sörök, meg mindenféle ilyen hülyeség, de nem iszom őket, úgyhogy tök fölösleges, hogy vannak, tehát így nem tudok velük mit kezdeni. Na és akkor elment a villany, gondolkoztam, ö és hogy lesz ebből stream? Egy, kettő, meg, meg, meg hogyha nem jön vissza, akkor mit csinálok? Tehát akkor így konkrétan nem tudom. Én itt sorozatot nézni, filmet nézni szeretek, ehhez kell elektromosság. A gépen mötölni szeretek, ehhez kell elektromosság. Streamelni szeretek, ehhez megint csak iszonytató mértékű elektromosságra van szükség. Tehát így konkrétan így álltam és néztem, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy van-e olyan könyv, amit nem fejeztem be, vagy, vagy esetleg álljunk neki valami újnak, de hát akkor meddig tudok én olvasni, mert lassan besötétedik majd, úgyhogy na mindegy, és gondoltam majd itt telefonnal, megnéztem, az meg 40%-on volt, úgyhogy hát mondom, ez az este, ez nem éppen néz ki jónak, de aztán hála az égnek visszajött. Nátok is volt ilyen? Én nem tudom, hogy mi az Isten csinálnak, vagy hogy, hogy mi történt, de állítólag az internetes híradások alapján valami transformátor adta fel a szolgálatot. Most ezzel kapcsolatban, hogy ez mi volt, hol volt, meg mit tudom én, de itt így kertvárosban így jó pár helyem, tehát volt azt hiszem, hogy kb. négy-öt olyan rész, ahol kis ikonnal jelezte, hogy nagy a baj. És rákattintottam, ott, ahol én lakok, kb. olyan, mit írt ki, hogy 420... Ö, ö, mi ez felhasználó érintett. Hát mondom, én vagyok az egyik, az biztos. De ez ebből volt, vagy négy. Tehát így szerintem mennyi ideig volt kiesés? Hát szerintem egy óráig biztos. Egy óráig, másfél óráig. A fene tudja, nem tudom, nem, nem néztem az időt minden esetre. egy adás előtt szerintem egy, egy olyan fél órával, órával már lehet, hogy volt. Szevasz, Petja! Hello! Na, és üdvözöllek benneteket, nagy szeretettel, Exitus, Zeki, Bifly, Fly, Csabi, Vazebu, Hello Mordonka, üdvözlet, kedves Mustár, Csoki, Jenőkraft és Diesel, természetesen Exitus és nem tudom, valahány név van a naptárban, Nefin, Gombafej és Bérudolf, valamint Dom, Pipi, Szevasz. És Zekit is köszöntjük nagy szeretettel, Szabacsak is, Déron, meg Rézer természetesen, és Jenő Kraftnak nagyon szépen köszönöm az ötödik hónapot, és ezzel együtt a Prime Subot. Köszönöm szépen, uram. Szóval a helyzet az, hogy visszajött most, nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, remélhetőleg jó sokáig. És, és azt is remélem, hogy ilyen nem fog előfordulni a továbbiakban, hogy jön egy kis eső, és akkor egyszer csak így megszűnik itt minden. De mondjuk fura is volt, mert én, én én éppen feküdtem az ágyba, nyomkodtam a telefonomat, és azt hallottam, hogy itt a környező, hát nem tudom, így, így, a környező utcákon meg ilyesmi, hogy eléggé elég így, így, így feltámad a zaj, vagy nem is tudom, hogy mi történik. Úgyhogy ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy az emberek utcára mentek, <laughs> vagy, vagy nem tudom. Villámlót is, meg fotóztak, és is, pózoltam, és Olivense mentek is a képek, nagyon helyes. <kül> Nagyon helyes. Úgyhogy ez történt, nem tudom. Nem tudom, remélem nem lesz ez rendszeres, mert emlékszem, hogy az elmúlt négy hónapban egyetlen egyszer már volt ilyen, hogy, hogy nem volt áram. Igen. Igen, és az ráadásul pont stream közben történt, úgyhogy hát nem tudom, nem tudom, hogy mit csinálnak itt, de ezt sürgősen szedjék össze magukat, mert nem mehet ez így tovább. Nem mehet ez így tovább. Valamit, valamit tenni kell, mert ez most már másodjára fordul elő, úgyhogy jó, most visszajött, tehát nincsen semmi gond. Esélyes, hogy nem volt karban tartva a trafó, ezáltal öö, megsülhetett a túlterhelés öö, véget. Hát de fura volt, hogy pont így eső után. Én arra gondolok, hogy esetleg nem volt megfelelő tömítés, vagy én nem vagyok szakértő, tehát félrejtés ne esik, és akkor befolyt a víz, akkor azt ott rövid zárlat keletkezett, vagy lecsaptam, itt tudom én ilyenek. Én ilyenekre gondolnék, mert azért gyanús, hogy pont így eső után történt ez az egész, és hogyha így jobban bele akkor a múltkor is ilyen volt, hogy eső után ö, ment el. De nem tudom. Nálunk Tóre, ereje csapott le egy órán keresztül azon gondolkoztam, kikapcsolom a gépet, mert nem akartam, hogy bedögöljön. Hú, jaj, tényleg van itt köztünk valami szakember, aki, aki mondjuk így ö, az ilyen jellegű eszközöknek a, a működésével tisztában van? Tehát, hogy. Tehát azért, mit tudom, egy tizemeletesen szokott lenni villámhárító, meg ilyesmi, nem? Tehát, hogy így mennyire van komoly veszélyben a számítógép egy nagyobb vihar esetén? ezt fejtsük ki bővebben, és uh, én, ha jól tudom, akkor minden egyes uh, ilyen nagyobb házikóra kötelességük uh, villámhárítót szerelni, de lehet, hogy hogy, 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 ez nem így van? Szevasz, bitumen, hello! Ezzel kapcsolatban mit tudunk? Ez egy fontos kérdés lenne. De most tényleg, templomon is van. Az jó. Uh, de ez itt nem egy templom. Tehát, hogy hát végül is, ha úgy vesszük, akkor így uh, átvitt értelemben lelkemnek fontos templom ez a, ez, a, ez, itt. De na, ott egy amper vadász. Na, figyelj, akkor Petya, mondd már meg nekem, Léci, hogy, 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 mi itt a helyzet, meg mi a protokoll, meg mit kell tenni ilyenkor, amikor érzed azt, hogy mit tudom én, nem lesz stream, tegyük fel, nem tudom, hogy melyik nap az, de hogy, hogy mondjuk nem lesz stream, és akkor jönnek, gyülekeznek a viharfelhők, és most kivételesen nem az oktatás egén, hanem úgy, úgy általában, elkezd már dörögni, villámlik, mit tudom én, és, és a többi, és a többi, és a többi. Most egyszer történt velem olyan, hogy beleburítottam a, a reggeli kávémat, az még az esós időszakban volt, amikor ilyen 4 óra 30-kor keltem, meg 4-kor, és annyira nem voltam magamnál, hogy leraktam így a bögrét, és így beburult gyakorlatilag így a, a Hát úgy képzeld el az asztalomat, hogy ez egy ilyen ikás cucc, és az asztallap alatt van egy ilyen, egy ilyen kábel és hosszabbító tartó alkalmatosság, fából ugyanúgy, és, 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 ahogy kiburult a kávé, konkrétan bele a konnektorba, és minden. Na most ugye ez is azzal járt, hogy így lecsapta a biztosítékot meg minden, de, de én, ott, én ott Szevasz, Mr. Shaddam. de én ott ö, azt, a, azt a helyzetet túléltem, tehát azzal nem volt gond, csak. Ö, nem, ez még régebben volt, ez még régebben volt, Mr. Shaddam, csak. Ö, csak itt most az elektromosságról, meg a villámkárokról, meg ezekről a dolgokról beszélgetünk, mert elment a, a, a villany. Esett egy kis eső, és itt Kertvárosban kialudtak a fények, tehát így nem is értem. Na, szóval ott ott nem volt gond, de mi van akkor, amikor villámlik? Ha van a lakóházat közelében magasabb épület, akkor nyilván az vonzabb elő. Jó, itt itt vannak magasabb épületek, de azok ugyanakkorák, mint ez. Tehát, hogy így tíz emeletesek. Így, így egymás mellett. Tehát akár csaphat, ráadásul az egyik, tehát a, a, a ház, amit mi vagyunk, az a széle. Na. Tehát, hogyha becsap, becsap a villám, akkor, akkor mi van? <laughs> Most, nem azért, de tényleg, tényleg, tényleg érdekel a kérdés. Valaki mondjon már valamit, aki szaki ebben a dologban. Ivi. Nekem hosszabbító mentette meg a PS4-em annó bele, folyt fél liter a hosszabbítóba. Hát ugyanezt a szituációt mondom, Csabi. A gépnek nem lett baja, csak a táp villáinak. Én nézegettem utána így a gépet, meg minden, ott annyi volt a, a, az én szerencsém, hogy volt egy, egy bitang hosszabbítóm, nem is tudom, lehet, hogy az valami, valami speckó hosszabbító volt, a franc se tudja. Na és, és, és beleburult nálam is, csak itt a kávé, és, és hát nem volt gond. Kicseréltem a hosszabbítót, és működött, meg hagytam egy kicsikét száradni, meg ilyesmi, és nagy, nagy, nagy baj nem történt. Én már láttam olyat is, hogy egy üzemelő hífénél az erősítő elpukkant, a cd lejátszó játszó meg ment tovább, játszott a muzsikán. <laughs> Na jó, hát ezek ilyen különleges szituációk, de valaki meg tudja mondani azt, hogy, 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 hogy azt mondja Viktor, hogy sok dologtól függ, sok esetből a szerencsétől, még szabványos kialakítás is tud meglepetéseket okozni. Nem fogunk közelebb kerülni az igazsághoz? Nem tudom, nem de valaki mondjon már valamit, ez engem tényleg érdekel, most nem, nem, nem csak izé itt hűvös hülyéskedek, tényleg érdekel, hogy mi van ilyenkor. Rojnak, köszi szépen a negyedik hónapot, és üdv, üdvít, szevasz. <coughs> ugye belül zárlat keletkezik a hosszabbítóban, ez ugye jó, a biztosítékod akkor lecsapja. Az jó, az jó, meg itt minden külön kis megszakítóra van kötve. Na, tehát jön a vihar, mondom mi történik. Jön a vihar, villámok, dörgés, eső, minden, mindenkinek minden baja van. Ö, megindul, eléri a házat, és bele akar csapni. Tehát, hogy bele akar csapni a villám, mi történik? Hadd kérdezzem már meg. mordonk ha köszönöm szépen a csírt, és üdvözlünk nagy szeretettel. Falból kirobbanó hosszabbító is érdekes, mikor már annyira túlterhelődik. Itt ez, itt ez nagy valószínűséggel nem fog bekövetkezni. Kértem ilyen teljesítménynövelést is, meg mindent. Bevágott a házuk elé a villám, csak a, a streamer szobába, két tévé, összes beltéri switch, kamerák, telefon egy komplet gép, szünetmentes és ami a legjobb, hogy a videó, videókártya két HDMI portja is idézem, 480 van. Új, 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 új. Oda néz, Mordonka és Rojnak megindultak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mind a két versenyzőnek. Nagyon köszi a támogatást. Hát ez mondjuk eléggé kellemetlen. Nem tudom, de, de, ez ellen a villámhárító, mint olyan, az úgy nem véd? Vagy az, 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 az... Lecsapja a biztosítékot jó esetben, rosszban kicsap mindent. Ó, basszus. Garancia meg lakás megúszta. Csak idő. Ja, hát ez, figyelj, tök jó, hogy az van, és kell is. És nekem is van, bár már nagyon-nagyon nézte, régen néztem, hogy mit tud a biztosítás, meg úgy egyáltalán lehet, hogy ezt amúgy érdemes lenne megnézni. Főleg így az eszközök miatt. De akkor is kellemetlen ez az egész dolog. Most gondold el, érted? Meg általában ez úgy szokott lenni, hogy, hogy költ, költesz rá mondjuk tíz egységet, általában tíz nem szokott fedezni a biztosító. Tudjuk, hogy hogy működik ez. Nem, nem, nem feltétlenül fizetnek ki teljes mértékben mindent. A világ olyan hirtelen és magas feszültség, hogy nehezen ö, tudjuk jelenleg kezelni. Hát szuper. Nem tudom, megmondom őszintén, egy kicsikét aggasztó ez a dolog, mert ö, nyilván, nyilván ez egy olyan természeti katasztrófa, meg, meg, meg helyzet, amire egy felkészülni nem igazán lehet, csak ö, olyan óvintézkedésekkel, amiket általában nem mi hozunk meg hanem azok a szakemberek, akik mit fölpattintanak egy villámhárítót, vagy ilyesmi, de hát azért akkor is, hát na, villámhárító se száz százalék sajnos, általánosulva kinyírta a tűzjelző rendszert. Mondjuk az összefüggés nem értem, de hogy jó, persze, nyilván, nyilván oda is terjedt, ez rendben van. A biztosító erre csak kimagyarázta magát, úgyhogy nincs. Ja, túlfesz védelemmel el vannak látva, bizonyos fokig bírják, de tényleg a lakás biztosítása megoldás, villámhárító persze működik, ha mákod van, nem tartozva abba a pár százalékba, akiknél nem segít. Hát, ja, ja de eddig eddig mindenki, aki, aki, aki ö, érdemi hozzászólást ö, ö, fűzötte ez a témához, mindenki azt mondta, hogy tulajdonképpen eddig, hogy hát ha, ha nem vagy, nem vagy ö, ö, Na várjál csak. Ja, hogy... Ja, értem. Értem. Tehát, hogyha nem vagy, nem vagy rettenetesen bal szerencsés, akkor megúszhatod. De hát most érted, én, én, én ezzel egy viszonylag nehezen tudok mit kezdeni. Tehát így lehet, de százszázalékos védelem nincsen. Hát ez nagyszerű. Jó, jó, tegyük fel, én mától védekezni akarok. <laughs> nem. Szóval, 37 évesen eljutottam odáig, hogy védekezni akarok. Ne értsétek félre. Szóval, mik a lehetőségeim, amiket én így meg tudok tenni, mint egy átlagos A4-es magyar ember. Igen, szeretnék, most kivételesen, most kivételesen nagyon, szeretnék védekezni. Szóval, mit vegyek, és mi csináljak? <laughs> Ufcsi, lehető legjobbkor. Lehető legjobbkor. Szeretnék védekezni, fontos a biztonság. Mit csinálják? Nem, nem Gizipog, nem kell szándékosan félreérteni, nem, nem. A villámok ellen, hogy ne károsodjanak a cuccok. Villámhárító, azt én nem tudok felszerelni, tehát én nem megyek ki a, 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 a tizeletes tetejére és el, kezdek el ott ekecselni mindenféle villámhárítót. Én nem vagyok ez a típus nem is lenne szakszerű, meg ahogy én csinálnám, biztos, hogy szar lenne, de, de alapanyagom sincs hozzá, de, tehát ezt nem tudom megoldani. Tehát amit tudok csinálni, kihúzott, ha előre láthatólag piros sárga riasztás van kiadva, és hallott, hogy durva vihar. Hát, ja, oké, okay, rendben van. Na most ez a, ez a, dolog ez azért nem működik, mert az esetek jelentő százalékában, amikor éppen nem streamelek, nem vagyok itthon, mert mondjuk tanítok, vagy délelőtt van, akkor még talán megoldható, de akkor is azért működni kell. Viszont, ha elindul mondjuk a stream, akkor közben nem fogom kihúzni. Ugye? Mert ha elindul a stream, én nem húzom ki. Szóval értitek, hogy mire gondolok? Közben nem, hát közben biztos, hogy nem. Szóval, mit lehet tenni? Túlfeszültség védő kell a kis megszakítók elé, és giga viharban ki lehet mindent húzni a van rá mód. Na. Hogy néz ki egy ilyen túlfeszültségvédő? Hol lehet ilyet vásárolni, és uh, hogy működik ez a dolog? Kérdezem ezt azokért is, akik még nem láttak ilyen túlfeszültségvédőt. Jól néz ki? Na, valaki linkeljen egy túlfeszültség, várjál, rá tudok keresni, van internetem. Azt mondja, hogy túlfeszültségvédő. Na, hogy néz ki egy ilyen? Jó. Mi ez egy ilyen kis konnektorozat szerű üzletút? Na várj, meg, 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 meg is találtam a, a... aha aha. És egy túlfeszültségvédő. Na, ez jó. Ez jó, és akkor na várj, nincs valami ár vagy ilyesmi. Na várj, nem ilyen nem van nekem. Na, ott, ott, van, ott van a rengeteg megoldás. Hűha! Na most ilyen nem nincsen. Vagy... Várjál. Nagyon hasonló amúgy az enyém is. Most, hogy az túlfeszültségvédős, vagy nem túlfeszültségvédős, azt nem tudom. Na, ezt meg kell nézni, srácok. Mert én ezt telepíteni fogom, az biztos. Ezt telepíteni fogom, hogyha, hogyha, ez működik. Aha. nyolc ajzattal igény esetén telefon és vagy koax, koaxiális védelemmel is felszerelve. Jó. Jó, 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 jó. Jó, ö, egyelőre én ezt a hosszabbítós variációt, ezt ez, ez ezt mennyire ajánljátok? Tehát, hogy mit tudom én egy kvázi ilyen hosszabbítós cuccot mondjuk bekötök ide. Az ugye, az úgy nagyon... Ö, nagyon-nagyon béna megoldás. Azt tudom, azzal már találkoztam én is, Giros, igen. Volt olyan, ö, olyan szünetmentes tápegységem, APC. Az adott cuccokat megvédheti valamennyire, amit rákötsz. Uh -huh. Jó. Jó, ö, jó, most szerintem, várjál. Na pont egy ilyen, pont egy ilyen túlfeszültségvédős mentem úgy tönkre, amikor beleburítottam a kávét, de akkor veszek, veszek majd, ö, mennyit kell? Egy, hát legalább egy kettő kell. Aha, ja, legalább kettő. Jó. Okozhat-e egy ilyen statikus zajt? Hát <laughs> kérdezem még. Mert az még egy fontos dolog. Tehát mit tudom de benne ö, ö, működő cuccok, ö, ilyen kis zizegést, ö, meg meg hasonlót okozhatnak-e? Ezt kérdezem úgy, hogy egy hosszabbító lévő kapcsoló, aminek fénye van kis led pislákol benne, is okozhat. Nincs hangja? Remélem. Jól van földelve? Kiváló kérdés, a válasz itt a kis piros fényből jön. <laughs> Oké. Okay. Jó, 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 rendben van. Akkor, akkor megvan a feladat, euh, mikor? Hát valamikor, amikor a városba járok. Például, hé nem. Szerdán. Ja, szerdán. Ja, Ú, uh, most megint, megint, szétszedhetek minden kábelt, meg minden, de jó lesz. Jó, mert egy kicsikét megijedtem, megijedtem azon a sztorin is, amit így közöltetek itt az előbb, hogy kollégának szétment a mindene, meg, meg így most eszembe jutott ez az, az egész kérdés, így az áramkimaradás, meg minden, hogy, hogy, azért jó lenne, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, vagy vagy nem is tudom. Tehát, hogy mindenképpen legyen ezzel kapcsolatban valami óvintézkedés, vagy nem tudom. Na, jó van, oké, meg vagyunk. Na mi újság van, mondjatok valami jót. Péntek van, mondjuk az például kiváló, én mindig nagyon szeretem a pénteket, bár a nyári szünetben egy kicsikét olyan semlegessé válik ez a nap, de munkaidőben nagyon jó. Apropó, nem akarom emlegetni, mert ez olyan, mint a. a az ördög, hogy megjelenik, de még mindig nem kaptam e-mailt azzal a kapcsolatban, hogy mikor kell nekem dolgozni menni. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Most is megnézem, szerintem nem jött semmi. Nem jött. Ennyi kész. Nagyon jó. Hát ezt egy mit tudom én, egy októberig. Októberig húzzuk már ki ezt. Mondjuk egyszer volt otthon villámcsapás a házban, de már mákunk volt, mert a parabolát kapta és csak a beltéri purcant ki. Hát figyelj! nagy hálát az égnek. Iszonyat durva a és gondoljátok bele, hogyha így, így végigvesszük, hogy mennyi minden elektromos eszköz van amúgy a... a... Dehogy rúgtak ki, nem? <laughs> Azzal kapcsolatban biztos jött volna már e-mail. Na, szóval ö, mit akarok mondani? Tehát ha belegondoltok, hogy mennyi elektromos eszköz van? Ott van egy hűtő. Mennyibe kerül egy hűtő? Mit 150? mondjuk, tegyük fel, most nem kell, nem kell 300 ér venni, de most mit tudja, egy átlag A4-es hűtő, mit tudja, ennyi. Tehát ott tartunk, hogy 150. Veszel egy mikrót, mit tudja, 25 ezer Nem veszel mindenből, ez egy csili vilit, tegyük fel, van egy mikród még, van egy kávé, főződ, tegyük fel elektrobos, mondjuk, mondjuk 60 ezer, tegyük fel, mert lehet 300-ér is venni, meg 500-ér, valaki meg a kotyogós úgy úgyhogy közöljük meg a dolgot. Jó, ö, mi van még? Mi van még, ami, ami számítógép? Mennyibe kerül egy számítógép? Manapság mondjuk tegyük fel, mint 600 ezer forint. De nem mindenki egymilliós PC-vel gurít, és, 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 közöljük meg ezt a történetet. Jó, akkor mi van még? Mi van még? TV van. Hát mit te 150 a TV, mondjuk tegyük fel. Tegyük fel, most már, ott, most már egy, egyemnél tartunk majdnem, hogy. Mm, mondjuk tegyük fel, van, van, egy konzolja is valakinek, mit tudom, én mondok valamit, 150 ezer forint, jó, mert most mit tudom én, hogy melyik, meg hogyan, kicsikét becsüljük alább a dolgokat, nem probléma az. Mi van még? Mi van még, ami villanytűzhely, villanytűzhely, tényleg. Mennyibe kerül egy villanytűzhely? Manapság. Itt a 150? 150? Lehet, körülbelül most mondtam valamit. Tegyük fel 150. 150. Jó. Ö... Ad... Szex, már a számítógépbe ezt beleszámoltuk. Tegyük fel. Mosógép. Mosógép, mit tudom én, megint 150 ér. Már másfél millennál vagyunk amúgy. Csak mondom. És akkor a té igen, a tévét ezt bele számoltuk, vannak egyéb mindenféle ilyen szarok, tegyük fel rajta volt a tableted, meg ilyesmi, azt mondjuk, hogy mit olyan 150, megint, na, klíma, mondjuk 200, riasztó rendszer nincsen mindenhol, azt ne számoljuk bele. Tehát konkrétan telefon, ja már mint mobiltelefon, mondjuk tegyük fel töltőn van, ugye? Jó, jó, le legyen akkor mit ez 200. És mondtam valamit. Hát itt már, már, verdessük a két milliót srácok. Tehát már, már, már verdessük a két milliót, és, és konkrétan csak olyan dolgokat számoltunk bele, ami úgy általában úgy, mit hogy nektek van. Mert ugye beleszámoltuk a konzolt is, meg a gépet is. És akkor ez, ezen kívül, igen, és még említhetnénk, említhetnénk ilyeneket is, Girosz, de nyilván nem tesszük. Nekem például nincs is. Bármilyen hihetetlen. Hifi 900-ér? Hát nem mindenkinél van Fly 900-ér hifi. De hogyha nálatok van, hát miért nem szubolsz? <laughs> Viccelek csak. Na, szóval, ö... 900 ér hifi, hát ez milyen audiófilcusz lehet már? Mert most ez azért, azért beletetted a bogarat a fülembe, hogyha, hogy, hogyha 900 ér pörgetsz egy hifit, az, mi, az milyen? És mit tud? De tényleg, most viccen kívül érdekel, mert én annak idején így nyálcsorgatva néztem a, a, az Opus fejhallgatót, és így, így nem hittem el. Nem hittem el, és amikor életemben először sikerült kipróbálom, akkor így... Hát így, így. így, uh, Tudjátok, ez olyan, mint amikor az ember így, így megtapasztalja a nagyon jót, és akkor utána vissza kell térni valami olyanhoz, ami, ami ahhoz képest rettenetes. Na, oda néz, flybe is küldi. Na. Ja, na várjál, de ez mi? Ennek mi a típusa? Enne, ez, ez mi? Ja, klips. Aha. Jó van ám, jó van ám, élvezkedünk otthon a muzsikám mi? Nem csodálom, én is azt tenném. Igen, igen láthatjátok, mindjárt én is küldöm. Na ott van, tessék, tessék, ott van. Megmondom őszintén, én ilyen fülhallgatós vagyok, tehát hogy, hogy én nem, ö, ö, nem tudom, inkább vennék valami iszonyatosan brutál fejhallgatót, mondjuk azt az Opuszt, Ja, Sennheiser Opus, Ö, mint, mint, egy, mint egy ilyet mondjuk. Az biztos, mert, mert ezzel nem zavarom a szomszédokat se, bármilyen hihetetlen én szoktam figyelni arra, hogy mondjuk ne, ne okozzak senkinek kellemetlenséget, meg ne ordibáljak, meg itt streambe so, sem szoktam gyakorlatilag ordítani, hanem, hanem kicsikét nem tudom, egy embertársainkra odafigyelve élek, és mondjuk ezt szeretem, ha visszafelé is megtörténik, úgyhogy, úgy, nem tudom, én, én ilyen fejhallgató párti vagyok ilyen szempontból. Arról nem is beszélve, hogy nem, nem, tudom, jó, lehet ezeket tök jól beállítani, meg lehetnek írdatlan jól szóló cuccok, meg minden, de valahogy én nem, nem tudom. Nem, nem, inkább a fejhallgató az, az valahogy olyan, olyan, nem jó szó az, hogy erősebb él, mint ad, mert, mert nyilván azon lehet tekerni a hangerőt rendesen, nem arról van szó, csak hogy, csak hogy olyan, olyan precízebb a dolog. Tehát mondjuk, mondjuk biztos, hogy, hogy, ö, hogy, egy mikrofont fejhallgatóval állítanék be, és nem egy ilyen rendszerrel. Na, értitek, hogy mire gondolok? Zenében fejhallgató, mozizásra hangfalak. Ja, na, igen, 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 igen. Pontosan, pontosan gyerecske. Valami, valami hasonló. Jó, hogy mondod, ö, mennem kell füvet kaszálni. Hát Csabi, hajrá, hajrá, hajrá. Veled vagyunk, veled vagyunk, és támogatunk lelkileg. Ebben a rettenetes párás időben a francnak lenne kedve amúgy. Azt utálom, hogy ilyenkor esik egy jót az eső, meg, meg, meg egy darabig tök jó, és akkor utána felszáll ez a nyamvat pára és utána meg nem bírod elviselni. Hát... Ö, igen, uh, igen fly a ezt sokan szokták mondani, meg, uh, meg, uh, meg, értem, hogy megvan a varázsa, de őszintén szólva nálam egy Lost lesz uh, Toto albumot például, mondjuk a minefield et ami kimondottan jól van keverve, vagy egy Stingbrain New Day című albumot, nem tud kárpótolni a, a, a bakelites cucc, és, és tudom, hogy rengetegen szeretik, és ö, megvan a varázsa a dolognak, fölrakod, izé, lemezjátszó tű, izé, akármi, tök jó, de, 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 de hogyha egy megfelelő, ö, tehát megfelelő eszközökkel, ö, jó erősítővel, egy, egy Lost Last ö, bepakolsz, ö, mit tudom tényleg egy Toto vagy egy Sting ö, albumot, most az említett kettő közül valamelyiket, egyszerűen nincs semmi, ami kárpótolja. De tényleg? Na oda néz, még az is van hozzá neki. Tehát valami audiofil vagy fly. Helyes. Helyes. Nagyon helyes. Na nézzük meg, ez melyik. Biztos, hogy láttam már csak. Ja persze, persze. Teljesen jó. Teljesen jó. Audiofly. Igen, 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 igen. Pontosan, ahogy Nephin mondja. <laughs> Jaj, délelőtt fölébredtem olyan kilenc környékén, gyorsan letoltam a, a reggeli rutint, megkávéztam, stb. Ültem be a gép elé, nézegettem így, hogy van valami új epik játék, ez a Black Book, vagy The Black Book, vagy, vagy micsoda, ezzel valamelyik kötök játszott már? Nézegettem gameplayt belőle olyan, olyan aranyos, csak azért mondom, mert most ö, ö, ingyenes az epiken, be lehet húzni, nulláért megmarad. Csak mondom. Játszottunk már vele, vagy vagy, vagy nem? Na, mindegy, egyszer, hogy nézegettem, és ö, utána fogtam magam, gyorsan neki is ültem egy kicsikét, így. Ö, Kitalálni azt, hogy mi lesz ma, és akkor rájöttem, hogy recsitent klánkezünk, meg nem tudom, abból egy olyan két, két órát szeretnék játszani, vagy valami, valami hasonló, és akkor utána, utána nagy valószínűséggel lehet, hogy elmennénk vadászni, vagy mit tudom én, nem tudom, valami, valamit utána csinálunk. De igen, az előző témára visszatérve, meg, meg egyszerűen azt tudom mondani, hogy akárki, akármit mond, és ez már bocsánat, de ez ez, ez tényszerűség, hogy az LP, tehát a, a, a hanglemez, legyen szó bármilyen, bármilyen jó lejátszóról, nem fogja tudni azt a hangzást nyújtani, mint a loss lesz. Ez van. Ez, tehát ez, és ezt nem én találom ki, tehát ez egy bizonyított tény. Tehát onnantól kezdve. Mondhatjuk azt, hogy kvázi majdnem, hogy nincsen feljebb. Nem is tudom, hogy így konkrétan, hogy mi a sorrend. De mondjuk fölállíthatnánk egy ilyen sorrendet. Igen, igen, pontosan, pontosan. Kell hozzá egy jó fejhallgató, kell hozzá egy jó erősítő, kell hozzá egy, hát egy valamire való hangkártya, nem, 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 olyan fontos amúgy, mint, mint azt sokan gondolják, de, de, de jó, ha van, és, és akkor tulajdonképpen elérkezhetsz a csúcsra. De tényleg így a minőséget illetően. Ja, ez, ez is igaz, hogy nem minden van meg lossless-ben. Ez tény és való. Ebbe, ebbe abszolút, abszolút igazat adok. Hát hogy nem, hogyne. Az ilyen mini lesz playerek jók? Hát ott a fúbár. A Fubar az ingyenes. Például, csak mondom. A, hogyha lossless-t akarsz hallgatni, akkor használhatod. Teljesen simán. Tök jó. Testre is tudod szabni. Egy időben elszórakoztam azzal, hogy, hogy skin csináltam, meg mit tudom én, meg mindenféle dolgokat, meg kiírja a dalszöveget, és a többi, és a többi, és a többi. Lehet gyönyörű szépen testre szabni. A fubar az egy, azt hiszem, egy ilyen open source cucc, nem? Az egy ilyen, az egy ilyen open source ö, ö, szituáció a fubar, ha minden igaz. Nem tudom. Hát és ami, és ami a legfontosabb, hogy legyen egy értelmes fejhallgatód, ami, ami tényleg jó. És ez is egy olyan, 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 hülye dolog, hogy azt gondolják az emberek, hogyha, hogyha valami nagyon-nagyon spéci, nagyon-nagyon jó és jó használható fejhallgatóra van szükség, az ilyen százezer forint fölött kezdődik. Hát nem mindig. Nem mindig. Na mindegy. Ö, mondjuk ezt nem is értem, hogy ezt miért adják ennyiért őszintén szólva. Azt, az tudjátok, hogy, hogy ez az eszközhöz nagyon kötődöm, emiatt utasítottam már vissza ö, szponzorációs dílt is, de, 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 de ez, ez, sincsen 100 ezer forint fölött. Pedig, 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 pedig hány stúdióba használják? Hát az esetek kb. 50%-ába ezt. Majdnem, hogy egy márkákat mit ajánlanék? hát most nézd Giroz, ö... én nagyon, nagyon kedvelem ezt a témát és ö... és bele is merültem egy időbe úgy igazán és ö... Én, én nem tudom azt mondani neked, hogy vegyél AKG-t, mert az összes AKG jó, vagy vegyél helyzet, vagy vegyél Bayer uh, dynamikot, uh, mert azok mind jók. Hát ezt nem lehet így mondani, de de az biztos, uh, és, és uh, emellett én akármikor akár, uh, kivel, hogyha beszélgetünk erről, simán leteszem a voksomat, azt mondom, hogy, hogy Bayer Dynamic DT770 Pro, és akkor kaptál egy olyan fejhallgatót, amit, amivel konkrétan uh, Sting albumok készít, készülnek, most lehet szeretni Ákost, nem lehet szeretni Ákost, de ott azért igencsak otthon vannak a stúdió technikában, ezt szerintem nem lehet elvitatni tőlük. Lepés Gábor és a többi iszonyatosan hozzáértő emberek, hát a, 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 a Lepe is 820 millió alkalommal használta a, ezt amúgy, és, és nem véletlenül, pedig felteltőleg tudna venni jobbat. De attól függetlenül ez a fejhallgató, azt hiszem, hogy valami 60, 60 ezer forint környékén van, vagy 65 vagy 55 vagy valami ilyesmi. Attól függ, -e, hogy hol fogsz ki valami jó árat. És és egy igásló. Tehát konkrétan nem foszlik le a füledről, nem megy tönkre gyorsan, kb. 60, ja, köbö. És hát csomó évet kibír, arról nem is beszélve, hogy az összes komponens, amit itt látsz, minden cserélhető rajta. Minden. A fülpárnáktól elkezdve ez a rész, a pánta, ez a műanyag itt, ami amúgy megjegyzem a leggyengébb pontja, de, de nem annyira sérülékeny. Tehát én, én, én őszintén szóval ezt ajánlom. Bizony. Bizony. Na, de igazából ez tök mindegy. <coughs> Jó, és aztán most egy olyan, dologról beszélgetünk, ami az emberek jelentős részének nem, egy, nem egy, nem egy, nem egy fontos dolog, mert, mert általában az emberek nem szoktak erre figyelni, hogy, hogy mit tudom én, hogy, hogy, hogy van kalibrálva egy fejhallgató, meg mit tudom én, tehát így hogyan szólalnak meg mély-közép-magas hangtartományok, és a többi, és a többi. De de, de, akit meg érdekel, meg főleg azokat, akik meg ö, valamilyen olyan dologba tevékenykednek, ami mit tudom én, például streamelést tegyük fel, hogy be kell állítani dolgokat, hogy hogyan szóljon, és a többi, és a többi, mondjuk adott esetben egy mikrofont, akkor, akkor ilyen esetekben nagyon-nagyon jó lehet, mert nincsen túl kalibrálva egyik hangtartomány sem. Csak mondom. Úgyhogy ö, én, én ezt Kodinak is ajánlottam amúgy annak idején, amikor kérdeztem, milyen fejhallgatót vegye, mondtam, hogy ezt és vett egyet, és imádja. Ennyi. Most nem tudom, hogy mit használ, lehet, hogy van valami sponzis deal, vagy nem tudom, de attól függetlenül szereti. És, és tökre bejött neki is, meg szerintem bárkinek, aki... Na mindegy. Ez amúgy nem reklám, semmi, semmi köze ez a dologhoz, de attól függetlenül meg igen. Jó, és ez van. Igen, igen, és nyilván, 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 nem olyan, mint egy, mint egy opusz, Teljesen, teljesen igaz, de attól függetlenül meg így árérték arányba hihetetlen jó választás. Ja, hát persze, hogy ne. Persze, Viktor, hogy, hogy most viszed-e magaddal, nem viszed magaddal, mert amúgy meg baromi hosszú kábele van. Tehát, hogyha például lesz mondjuk egy az utcára szánnád, akkor, akkor mondjuk na, föl kell csévélni a kábelt, meg mit tudom én, ez nem, nem igazán működik. Tehát ez ilyen otthoni felhasználásra jó amúgy, attól függetlenül. Igen, és még nagyon sokaknak oszi. Nem, er, erről már szerintem esett szó, hogy, hogy, hogy amúgy egy, egy streamnek is szerintem 80%-a a hang, de, de ha belegondoltok például a játékokban is, mennyit adnak hozzá már ahhoz, hogy, 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 hogy milyen a játékélmény, hogy mit hallasz a háttérben? Egy Mafia című játéknál, egy Skyrim-nél, egy Witcher-nél, vagy. Vagy, vagy például amit legutóbb játszottunk a Marta izded, ott is ott is imádtam a zenét, tehát hogy, hogy, hogy annyi, annyi annyi módon és és féleképpen tudja egy játékban fokozni a, a, az immerziót, a, a, a tehát hogy beleéled -e magad a játékba, vagy mennyire éled bele magad a játékba, egyáltalán a hangulatot meg tudja teremteni nagyon is és Na hát ezért, ezért szoktuk azt mondani szerintem, hogy a videojátékok és most... Na mindegy, ne, ne, azokról beszéljünk, amikor mész azt lősz, hanem, hanem, amikor van valami olyan, hogy, hogy, hogy megvesznek kilóra egy art style egy zenével, egy mechanikával, egy, egy, egy sztorival, így összegészében, ez már négy, négy dolog, lehet azt mondani, egy összművészeti alkotásról beszélünk. Mert, mert, mert és pont, pont, ezen, pont valamelyik kötök írta, nem is tudom, melyik stream közben, de valami jó történet volt, hogy, 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 ezt az élményt, ezt egy, egy se egy könyv, se egy film, tehát semmi, semmi nem tudná gyakorlatilag visszaadni, vagy legalábbis ilyen szinten produkálni. Ja, amiatt, hogy nem volt olyan hogy be vagyok zárva egy buborékba, és természetesebbnek érződött a hang játékban, zenében, filmben. Ja, hogy a, 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 a fejhallgatóba. Ja, ja, értem, értem, értem. Én nagyon hiányolom, hogy nem lehet uh, real life ba tesztelni fejhallgatót. Na, amúgy, amúgy igen, mert viszonylag kevés olyan hely vagy hogy bemész, és akkor kipróbálhatsz 820 félét. Tehát itt Pécsen egyetlen egy olyan helyet tudok mondani, és én oda szoktam járni, nagyon rendesek, meg tök jó fejek, ott mondjuk kipróbálhatsz egy olyan, nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk 15-öt. De, de abból a 15-ből is, abból legalább egy ilyen 5-8 ki fog esni, mert, mert egyszerűen nem az a felhasználási terület. Jó, de hát azért attól függetlenül, meg, 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 Pécset azt nyugodtan le lehet írni ilyen szempontból, nem összehasonlítható Budapesttel. Pesten biztos van valami olyan hely, bemész, és mit tudjálni, hogy a 30-40 fejhallgatót azért ki tudsz próbálni, nem? Tehát ebbe úgy kb. biztos vagyok. Tehát valami, valami olyan hangszerbolt, vagy, vagy nem tudom, tuti van, nem? Na hát, hey, Viktor írja azt, hogy na, ez a hifi téma pont az, ahol be, be kell lássa az ember, hogy csóró hozzá. Mondom ezt úgy, hogy nyilván semennyire sem ismerlek. Pont ezért is írtam, hogy amennyit szánsz rá, mert határa csillagoség nem egyszerű téma. Én sajnos nem sajnos olyan vagyok, hogy eléggé utána olvasok a dolgoknak. Hát, szerintem ez egyáltalán nem sajnos, miért pénzt adok érte, hát itt nagyon utána kell járni. Hát hogyne? Mert megvesz egy csomó, csomó szart, ami, ami, amiről kiderül, hogy nem fog tudni együttműködni, és, vagy, vagy, legalábbis nem úgy működik együtt, ahogy te majd azt úgy várod, meg szeretnéd. Elköltesz egy rahedli pénzt beállítani, meg összeválogatni, meg nem tudod, hogyha mondjuk nem nézel utána. Tehát őszintén szóva a lehető legjobb dolog, hogyha most tényleg valaki mondjuk te fel tehetős, és mondjuk szeretne arra költeni, hogy a zenét azt úgy élvezze, vagy a játékot, vagy a mit tudom én, a, a, a házi mozi rendszeren a filmet, vagy a mit tudom én mit, amit éppen fogyaszt tartalmat és hanggal kapcsolatos, hogy, hogy keressen már föl egy szakembert. Vagy legalább járassa már a, a, az ilyen jellegű magazinokat, mert amúgy vannak, és ott, ott azért lehet ebben a kérdésben edukálódni. Csak mondom, ez például egy tök jó, tök jó tip. Vagy, vagy fölkérni valakit, tegyük fel, hogy, figyelj, ez a, ez a szoba, amelyikről szó van, mit lehet ebből kihozni? Csak mondom. Nekem, hogyha mit tudom, én ö... mm nem pedagógus lennék, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy kezdjem a mondatot, de ha mondjuk hegyekben állna a pénz, akkor biztos vagyok benne, hogy lenne egy olyan szobám, ami csak is kizárólag a, amit a zenehallgatásnak szentelnék. És ott feltehetőleg két dolog biztosan lenne, egy, egy olyan hangrendszer, ami olyan, és direkt oda van tervezve, és a többi, és a többi, meg lenne fejhallgató is, és mind a kettőt lehetne mondjuk alkalmazni és őszintén szólva bakelit nem is lenne benne. Maximum borítók. Ez van, ez van. Gedeonnak szoktam nézni a videóit, megéri ebben a témában. Aha, jó. Nagyon helyes. Vagy csak ö, csak hogy helyezzük kontextusba az én helyzetemet, én egy halandó asztalos alkalmazott vagyok, de tavaly megleptem magam, egy Sennheiser HD 660 asra ez nagyjából 150. Ö, igen, na most, tudod, ez is egy olyan dolog, hogy ki mire költ, ugye, és, 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 hogy, és hogy miért mm, mondjuk mennyi, mennyi részét teszik ki a napjának az, hogy mondjuk ő zenét hallgat, tegyük fel. Ha mondjuk ez napi kettő óra minimum, mondjuk nem tudom, nem tudom, hogy van-e ilyen ö, ember, aki, aki biztos, hogy van. Relatíve, hogy sokan vagyunk így a világon, aki, aki mondjuk ö, betervezetten a napból kettő órát azzal tölt, hogy mondjuk leül a kis karosszékébe, és akkor meghallgatja ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg azt az albumot. Tegyük fel, biztos van ilyen. Úgyhogy ö, ott ott már szerintem érdemes elgondolkozni az, hogy az ember valami, tehát hogy kölcsön a hobbiára, mert, ö, mert nyilván ez is egy olyan dolog, mint egy csomó, akár a biciklizés, vagy a számítógépek, vagy az akármi hogy millió egy ö, dolog, hogy, 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 a hobbidra ö, szeretné annyit költeni, amennyit csak lehet, nem? Tehát most tegyük fel, a számítógép a hobbim, hát én, én nem tudom, így, így, így havonta el tudnék ö, költeni fél millió forintot, érted ezekre a dolgokra. Nyilván, nyilván. Attól függetlenül meg ö, megéri spórolni, erre meg azt tudom mondani, amennyire tud az ember ö, adott esetben félretenni, ilyesmi, hogy, hogy mondjuk tudjon egy olyan ö, eszközt venni, ami, ami, amire aztán szépen vigyáz, megőrzi az állapotát, és a többi, és a többi, és ezzel mondjuk ö, a szenvedélyét ö, ö, tudja mondjuk táplálni. Tehát tegyük fel, mondjuk, mit tennél, egy fejhallgató, most mondtam valamit, mert mondjuk imád zenét hallgatni. Na igen, ez is egy, ez, ez is egy tök jó hozzászólás, volt, hogy, hogy, hogy ö, azt írod, hogy, hogy Füleslé szerintem száz kell a határ, ahonnan nagyon meg lehet hallani a különbséget. Ö, igen, 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 ezzel lehet vitázni is, és aki aki azt mondja, hogy nem, annak is igaza van, meg aki azt mondja, hogy igen, annak is bizonyos szempontból igaza van. Tehát az emberek ö, baromi nagy hányada ö, egy, egy bizonyos minőség fölött nem igazán veszi észre a különbséget. És ez nem azért van, mert úgy születtek, nem, ez, ez a dolog, ez fejleszthető, meg, 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 meg nagyon sokszor ö, annak, a, annak a folyamánya, hogy, hogy mondjuk tegyük fel, ö, tesztel dolgokat, tehát például ö, én, én, azóta, mióta mondjuk streamelek, és szórakozok ilyen dolgokkal, hogy beállítani mikrofont, és a többi, és a többi, és sokkal jobban, meg gyorsabban, mert rá az ember füle. Mindjárt mondok egy példát, hogy értsétek, hogy miről van szó. Tehát gyorsabban meghallom, hogyha itt valami statikus zaj van, vagy bármiféle ilyen izé szarság. Egyszerűen azért, mert, mert sok ilyen szituba futottam már bele, és, és egyből rá az embernek a, a, füle idézőjelbe véve. Na most ez ugyanolyan dolog, mint a raytr mint a screen -tíri ez ugyan a, ugyanaz a szituáció, mint a screen tearing ö, tudjátok az amikor amikor mondjuk nincsen bekapcsolva a v és így ö, és és így mondjuk nézel egy egyenes tárgyat, egy, fa, ö, egy fát a játékba, és akkor elhúzod jobbra a, a, az egeret, és akkor így eltöri a képet. Megvan, megvan gondolom, a jelenség. Na most ö, egy, egy, egy csomóan m -m, észre sem veszik ezt a dolgot, ö, de például ti, mert, mert azt, azt, tudjátok, hogy engem írtozatosan zavar. Ezzel kapcsolatban edukáltalak benneteket, sajnos, ugye? Mert, hogy, 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 ezt mindenképpen meg kell oldani, és azóta folyamatosan észreveszitek, hogyha valami ilyesmi van. Na, tehát az embernek így rááll a füle, szeme, stb. ezekre a dolgokra. Graflek, graflex. Hát, hogy, hogy újra? Négy hónapja. Vagy, vagy, vagy mennyi? Szevasz! Annyira kell röhögnöm ilyenkor, amikor így, így elterik négy hónap, és akkor, és akkor ide találnak. Tudod, Üdvözlünk nagy szeretettel. Ja, most ilyen kis csendes beszélgetést tartunk, mert most az emberek jelentős része nyaral, és... És így, és, így, és így el vagyunk. Itt, itt az uborka szezonban így, ahol hát ö, ö, ömlenek az elképesztő játékok, egyszerűen ömlenek. szóval kivontam magam a forgalmat. Hát, semmi baj, ne viccelj Három hónapja egy, ú, Jézus ereje, jobbulást. Jobbulást neked. Hát egy, egy kis csierőt tudok küldeni a magam szerény módján. Mindenesetre tényleg, hát jobbulást és minél előbbi felépülést kívánunk neked. Az nagyon, nagyon tetszett Akvila. Én imádtam, de tényleg, ez, ez egy jó játék. Jól néz ki, aranyos a sztori, csovót röhögtem rajta, jók a karakterek, élvezetes a harcben, de imádtam. Tényleg, abszolút jó, és fogjuk is folytatni ma, szerintem. Nem akarok itt érdeklődni Grafex, hogy hogy sikerült ezt előadni, mert, 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 mert nem, de, de 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 jobbulást ez a lényeg, úgyhogy gyógyulj meg. Szeressük meg, szeressük meg, na jó, szeressük meg, küldjétek neki a csíjerőt. És egyáltalán, hoppá, Szer... hol, hol, hol szeretjük meg, itt szeretjük meg, na, nagyszerű. Táncoljátok körbe Grafexet, és jobbulást kívánunk innen is. Mister Saddan fújja az izét a, a fésűs nyenyerét. Igen, ezt, ezt abszolút meg tudom érteni, amúgy Viktor, amit írsz, mert, 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 mert az embernek annyi is elég, hogy hogy mit tudom, kap egy olyan fejhallgatót, ami tényleg sokkal jobb, mint az előző, és akkor onnantól kezdve is egy picit jobban kinyílik a világ. Tehát, hogy nyilván, nyilván. Én nem itt zenével foglalkozok, basszusgitár azóta teljesen átalakult a hallásom, sokkal jobban kiállom a hangokat, sőt, annyira jó, hogy. Jól, hogy egy full random zené is szét tudom választani fejben a hangszereket, azt én is, persze. És uh, egyre fókuszálni, és uh, azt kiemelni benne, és ez mind fejben játszódik, lelképesztő, hogy tanulás és tapasztalattal mennyit lehet fejlődni. Hát persze, hogy ne. Jó, mondjuk a, 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 ez nálam ilyen szakmai ártalom, de minket erre treníroztak is. Tehát, hogy, hogy uh, tegyük fel, tehát ne, nekünk ugye a például gyakran volt az, az a feladatunk, hogy akkor volt egy zenebe, annak egy fő szólama, és akkor azt. Lejátszották, mitől ötször, és akkor azt a, azt a részletet, azt nekünk le kellett kottázni hangról hangra és ritmussal együtt. Megadták, mitől a kezdő hangot, meg az előjegyzést mondjuk. És, és akkor azt le kell tudni írni. A például a szigorlaton is ez az egyik, mi ez, ez az egyik dolog, amit el kell végezni. Na, szóval sokat tud a az ember emberen fejleszteni ilyen, ilyen téren amúgy. Meg hát tudod, ö, annyira, annyira jó, hogy ö, csak hogy egy kicsikét egy ember maradjon a téma, tegyük fel, van egy, egy több mindegy milyen sláger, amit te hallasz a rádióban, nem? vagy meghallgatsz otthon, és neked tetszik most mindenki képzeljen valamit, jó? Ami, 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 amivel úgy volt valamikor, hogy meghallotta, és akkor, és akkor egyszer csak így megindult a lába, és hú, ez jó, izé, tetszik. Na és akkor ilyenkor mi, zajlódik le? Miért, miért tetszik egy zene? Azt meg tudja valaki mondani? És könyörgöm, ne ilyeneket mondjatok, hogy mert jó a szövege, mert mit tudom én, jól szól, meg, meg, legyen az egy Lamb of God, tök mindegy, lehet Pantera is, bánom is én. Nekem is megindul a lábam egy Panteránál. Sőt, a Lamb of Redneknél is. Na, de mi lehet az, a, mi lehet az, ami miatt neked egy zene tetszik? Kikapcsol és elvisz egy utazásra, azt mondja. Aha. Figyelj, biztos vagyok benne, hogy egy hozzáértő ember, Szevasz Mr. Gabber, egy hozzáértő ember, aki mondjuk otthon van a stúdiótechnikában, odaül a Szinti elé, odaül a a, a elé, vagy odaül a tök minden milyen zeneszerkesztő Progi elé, fog tudni olyan nótát, vagy számot írni neked szinte majdnem, hogy rövides időn belül receptre, ami neked. Tetszeni fog. Jó, ez egy hozzáértő ember kell, hogy legyen. Na de miért? Mert mi van, mivel van tisztába ez az ember? Érzéseket vált ki belőlem. Jó, oké, tegyük fel. Ha van benne szinkópa, akkor már rossz nem lehet. Na, oké. Ö, hogyha ebbe, ebbe elmerülünk egy kicsikét, akkor ö, mondjuk tegyük fel, vegyük, vegyük, alapul csak és kizárólag a ritmust. Ö, legy, legyen ez az első pont, amiből kiindulunk. Választ egy olyan tempót, amitől megindul a lábad, mondjuk egy olyan ö, egy, egy 110-es BPM ö, mert képzeljétek el, az ö, körülbelül olyan gyors, mint, ö, mint majdnem kétszer egy másodperc, jó? a 120-as a, 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 ami ami egy másodpercbe kétszer fér bele. Nem mutatom, miről van szó. De várj, csak hogy röhögjetek egy kicsit. Ha ez a másodperc, hogy jam, pam, 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 pam. Ez a 60-as tempó. Ennek a duplája. Ja, Ez a 120-as ennél egy picikét lassabb tempót képzeljetek el, akkor kaptok egy olyan 110 környékén lévő tempót. Na most ez, a, ez, ez, egy tök jó tempó arra, hogyha az ember ilyen, ö, ilyen jó grúvos tánzenét szeretne csinálni. Na, fogja, fogja, a stúdió technikus, és azt mondja, hogy jó, akkor legyen, legyen 110 -e tempó. Na, tudom, tudom, hogy vicces volt, csak valahogy meg akartam mutatni, hogy, hogy mit értek az alatt, hogy 110-es tempó. Tegyük fel. Na, ki fogja választani ezt a tempót? fog mellé, arról mi a véleményed, hogy sok ember nem tapasztal meg hidegrázást életében soha zenehallgatás közben? Hát én nagyon sajnálom őket, velem ez rengeteg szer előfordult, és nagyon-nagyon és jó élmény. És még biztos vagyok benne, hogy lesz is millió egy ilyen. Én ezt nem tudom elképzelni, nekem meg a tarkom egész fejem is szokott bizseregni, hogyha megmozgat az el. És ez tök jó. De ez tök ez kell egyfajta nyitottság is. Tiberius köszönöm szépen nagyon az ötödik hónapot, és köszi szépen, hogy itt vagy. Na, ott tartottunk, hogy kiválaszt egy mondjuk egy 110-es tempót, és rak rá egy, egy, egy olyan grúvot, mint például Michael Jackson-tól a Billy Jean. Ugye ez megvan mindenkinek, biztos hogy, biztos, hogy elő tudjátok idézni. Nagyon egyszerű, végtelenül egyszerű dob, és, és, az egésznek van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen ingaszerű, oda-vissza történő lüktetése. Ez, ez most így nem tudom, mennyire van meg. A Billy Jean az biztos, hogy ismerős szerintem sokatoknak, Köszönjük szépen a linket. Ö, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, hallgasson bele, és képzeljétek el azt, hogy, hogy erre a 110-es tempóra, amit ugye megbeszéltünk, erre megy ez a lüktetés. Ezt ö, megerősítve és alátámasztva az akkord szerkezet alját megérkezik a basszus gitár, akár csak a Billie Jeanben. Nem véletlenül lett ekkor a sláger. Így van, pontosan, ö, ahogy, ahogy Mr. Gabber írja, szemléletesen egy szóval, de telitalálat pulzál. Pulzál, mint amikor elszólít, na, na, szóval pulzál. A lényeg az, hogy ö, ö, utána fog következni egyfajta, valamilyen valamilyen akkord szerkezet, ami ö, ö, ami úgy fog felépülni, hogy ö, most nem akarok ilyen tonika, szubdominás, meg dominás, meg ilyen, ilyen dolgokba belemenni, de az a lényeg, hogy, hogy ennek is lesz egy, egy ilyen periódusos érzete, ami, ami így görgeti előre az ember, tehát hogy lesz eleje, meg vége, és, és folyamatosan így gördít előre az akkord szerkezett téged így fejben, és, és ennek lesz egy ilyen ismétlődő jellege, ennek köszönhetően, ö, ugye már meg vagyunk azzal, hogy ritmus, basszus, gitár és mondjuk valamiféle akkord szerkezet, függetlenül attól, hogy most ez zongora, vagy gitár, vagy akármi. Na most lényeg a lényeg, hogy jó pár olyan akkord szerkezet van, ami, amit általában szoktak alkalmazni a, a, a slágereknél. Ez az úgynevezett 1-4-5-1 című akkord fűzés. Ebben most megint csak nem megyünk bele, mert ez összhangzattan, tök mindegy. És, és a lényeg az, hogy azt fogod érezni, hogy elindul valami, megint visszaérkezik oda. És, és az embernek az agya az úgy működik egy ilyen esetben, hogy amikor úgy érzi, hogy mi fog következni, egy jó leső dolog tölti el az embert így belül, mert egyrészt tudja. Ez ugyanaz, mint amiért a részeg ember ordítja a dalszöveget a, a, a mit tudom én, milyen buli során. Mert, 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 élvezi, hogy tudja. Csak hát ez egy ilyen primitívebb változata a dolognak. Na, és, és, a lényeg az, hogy, hogy egy ilyen folyamatos ismétlődés megy jó ideig, ami olyan jó leső, és amikor ez a dolog kezd mondjuk egy kicsikét így, nem azt mondom, hogy unalmassá válni, mert azt nem szabad megvárni, de akkor szokott jönni egy úgynevezett bridge. Mi a bridge? Egyfajta átvezetés valami másik zenei folyamatba. Vagy másik zenei, mit tudom én, történésbe, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Így van, átvezető, vagy hívd, hívd, hívd bárhogy. És utána mi következik? Na az a része, ami a legnagyobbat üt ami pedig a refrén. Na most annak kell a legjobban szólnia, és gyakorlatilag így ezek, ezeknek a dolgoknak a mentén, nyilván számtalan aprósággal, gyakorlatilag receptre bármikor, bárhol lehet zenét írni. Na most nyilván, nyilván úgy gondolom, hogy fantázia is tehetség kérdése a dolog, hogy valaki ezt hova fogja tudni ugye elvinni, és hogy mennyire lesz adott esetben az a muzsika fülbemászó, hogy használja mondjuk a vokálokat, stb. Tehát egy millió egy dolog van még, vagy hogy hogyan lehet bizonyos lüktetéseket ritmizálni, dobbal, hogy, hogy, a sodró legyen, mert az biztos, hogy érezted már többször, hogy így hallasz egy nótát, és így megindul a lábad az nagy valószínűséggel azért van, mert, mert az, a, az a dobsáv, vagy az az illető, a képen dobol, az, az, mondjuk tisztában van a, a, azzal, hogy mit kell játszani. Szóval igen. Lehet, lehet gyakorlatilag receptre írni különböző nótákat, amik, 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 jók lesznek, és, és nem is azt mondom, hogy eladhatóak, de hogy, de hogy kellemes a fülnek. Hú, meg még nagyon sokban Mr. Nagyon-nagyon sok, sok jó játékzene van, de hát ez soroltam itt már az előbb egy csomót. Hát írja a Ginger, persze. Egy régi zene mellé emlékek is csoportosulnak, szerintem ennek nagyobb értéke van. Fly, abszolút, az egy, az még egy külön külön trigger lehet, hogy mármint ugye a, a, az élményt, ami jön a számodra egy, 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 számból, az még pluszban tudja egy kicsikét triggerelni az élményt. Abszolút, abszolút. És hol marad a breakdown? <laughs> tulajdonképpen a, 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 a breakdownnak is megvan így a, a, hogy mondjam, tehát így a, a, a funkciója. Mert, mert utána, Ö, ugye, ugye, a breakdown -a, mi történik? Ott megszakad valami hirtelen, viszont utána elemi erővel érkezik mondjuk egy refrém, vagy egy, vagy egy, egy sokkal intenzívebb rész. Ott, ott ez, a, ez az érzelmi hullámvasút van, hogy, hogy hallgatják az emberek, és akkor hirtelen a, mi ez, az impulzus az lecsökken, és akkor utána még rárak egy lapáttal, és sokkal erőteljesebbnek hat a dolog. Hát így épül fel, persze ezzel szemben a Drálan bassz röviden felépíti a drop, miközben széthúzza az arcodat, rohamot kell kapni tánc közben. <laughs> igen. igen, 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 igen. Hát hogyha belegondoltok, az összes, az összes filmzene, az összes játéknak, jobb játékoknak ugye a zenéje, az hatásvadász ilyen szempontból. Hát hallgass meg egy Skyrim-et, egy, egy Skyrim soundtrack-et. Hát olyan hatásvadász, hogy ezért megőrülsz de hát iszonyat jó, hát letépi az arcodat. Az a kórus, meg minden. Emlékeztek a, a, Dum Doom Na, hát ott Mick Gordon nem véletlenül gyűjtötte külön, különböző metal együtteseknek össze az énekeseit, mert, mert igenis kellett a soundtrackhez az, hogy, hogy azok emberi hangok legyenek, és ott volt vagy, vagy 20-30 ember, és torkuk szakadtából ordították a részeket iszonyat jó volt. Hát és, és mekkorát is ment ugye a Doom a, 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 zenéje. Csak így külön, mint, mint így a, a játéknak egy nagyon-nagyon fontos, prominens része. Hát hogyne? Hogy a viharban-e? Persze, szevasz ludák, hello, hello. Römstein koncerten sajnos nem voltam. Pedig elmentem volna. Nem voltam. Itthon streameltem én, hülye. Ja, nincs ö, időkényszer, de azért ott van ö, az a minél előbb faktor, mármint hogy minél. Erre is ö, írtam, hogy nem kapkodom el az utána olvasást, már csak azért is, mert ö, ismeretlen terep, ö, mire összeáll, megfogalmazódik bennem, hogy mi kell nekem önmagában több hónap. Hát persze, persze, hogy ne Persze. Tehát az is, az is, például, amikor így válogatsz össze magadnak mondjuk ilyen berendezéseket, akkor, akkor ezt ki kell találni. Hát ez ugyanaz, mint nálam a számítógépnek a kérdése. Ezt Mr. Gabber nagyon jól tudja. Tehát, hogy, 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 ki kellett találni, hogy, 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 mire kell. Mondjuk hála az égnek, én mondjuk tudtam. Tehát ilyen szempontból egyszerűbb volt a történet. De, de hogy mondjam? Tehát, na értitek melyik az a játék, ahol direkt zenére kell lőni. Ú, van, va jó pár ilyen az utóbbi időben, Ricsi. Most nem tudok én pontosan neked címet mondani, de néztem én is, és így gondolkoztam, hogy játszak-e vele. Hát biztos, hogy Helsinger, az, az lesz az. Az nem Helsinger, vagy Helsinger? Hát ezt most nem tudom pontosan, de valamelyik a kettő közül. közül. Lehet, hogy én beszélek hülyeséget. De ott például pont, pont ez a lényeg. Az, le, az lesz az, igen, akkor igen, Helsinger, az. Ott az zene kell lövöldözni, és akkor vagy sikeres, hogyha sikerül tartani a tempót. Köszönöm szépen, Mr. Shadon. de mivel kapcsolatban? Hát kérdeztem már meg. Nagyon kedves tőled, meg, meg jól esik az embernek a visszaigazolás, meg egyáltalán, de hogy de mivel kapcsolatban? Mert hogy többször, lehet, egy. <laughs> nem akarom azt mondani, lehet, hogy már többször volt igazam. Nem. Hellslinger? Na, akkor mégiscsak jól mondom. Tudom, mert ajánlották a kódot, hogy játszak vele. Na, de hol? A Queen Bohem Rhapsody, Whitney Houston, I look to you, és a felvezető zenéd. Oh. oh. <laughs> mi felvezető? Hát ez mennyire magasztos már ez a megfogalmazás. Egy kicsit túlzónak érzem. nézd, a, érdemes elrévedni, és néztem erről videót, vagy, 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 vagy dokufilmbe volt talán? azt hiszem dokumentumfilmbe volt, méghozzá talán a Netflixen, vagy, Hát a fene se tudja, nem tudom, de 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 arról volt szó, hogy hogy a Queen annak idején, amikor még nem volt annyira fejlett a stúdiótechnika, mint például a manapság, de ezzel szemben az akkori szinte legjobb technikát használták. Milyen hülyességeket megcsináltak érted a stúdióba, csak hogy mit tudom én egy effektet ö, ö, tudjanak ö, produkálni. Tehát például a kedvencem az az, amikor a stúdiónak a, a, a plafonjára kötötték fel a, a, a gitárerősítőt és egy mikrofont statikus állapotba érted, a, stúdió közepére helyeztek, és így himbálták előtte az izét, a izét, a, mi ez a, 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 gitár erősítőt, és akkor vaj, 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 Valami, ilyesmi hangot sikerült vele elérni. Tehát hatalmas, tényleg, tehát zsenies. És milyen ötletek? És, és ugye arról azért nem szoktak szólni nagyon a, a, a híradások, hogy, hogy az öreg Freddy az mennyire mm, kihajtott ugye az emberekből a, a gitárosból, dobosból, basszusgitárosból mindent, amit lehetett, és hány milliószor vettek újra különböző részeket, hát írdatlan, írdatlan lehetett. Úgy, úgy, úgy megnéztem volna, megmondom őszintén, ilyen csendes szemlélőként, hogy, hogy mik történnek abba a stúdióban, de komolyan, tehát biztos, biztos életre szóló élmény lett volna amúgy. És hát akkoriban az a Vox gitárerősítő, ugye, amit Brian May használt, hát az még a mai napig, az még a mai napig bárhol is bármikor az úgy szól. Hát pont, pont ezt mondom. Pont, pont ezt mondom, Ludak. Hogy nem? Hú, igen, ilyenekre annyira jó lenne elmenni amúgy annyira, de annyira a music messzére, meg, meg egy csomó ilyen ö, dologra, amire hát én vagyok a hülye, mert, mert igazából fognom, kellene a cipőt fölülni érted, vitte egy buszra, vonatra, akár, ez kimenni a francba. Meg, simán, simán, meg lehet csinálni. Hát nincs, nincs ez semmi gond, csak én. az a baj, hogy, hogy olyan szinten bekényelmesedtem, hogy ez valami, ez valami szörnyű. De valaki, szabad időm, te valaki szabadidőm, streamelek, érted? mellette dolgozom, és így, és így teljes mértékben be vagyok ö, ö, ide a közegbe itt csavarodva, de őszintén szóval nekem ezzel nincsen problémám, csak ilyenkor így eszembe jut, hogy, hogy ú, basszus, ide is de jó lenne elmenni, oda is de jó lenne elmenni. Na, szóval, hogy így értitek. Egy szabadtéri stream. Hát ez hogy a viha... Na várjál, Ludak, akkor most ezt, ezt, most, ezt most beszéljük át, jó? Ezt most beszéljük át, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Áram kell hozzá. Rengeteg. Hogyan teremtek ö, olyan körülményeket, hogy. hogy ö, á, ez lehetetlen. Lehetetlen, Mr. Gabber, de felejtsük el. De jó, de tegyük fel, valahonnan szerzünk áramot. Jó, hát a fényeket azt az felejtsük el. Tehát azt az szerintem így, így gyakorlatilag így offolhatjuk is, mert az így nem fog sikerülni. Jó, kelleni fog két gép, az biztos, periféria, asztal, meg mit tudom én, de hol lehetne ezt mondjuk megálmodni? Tehát egy Kina Malom tónál, vagy, 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 vagy hol a francban? Szávasz mesikek, köszönöm szépen, nagyon jó, elment az áram, de visszajött. Biztonsági embernek? mineg. minek? Nem, 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 dehogy, ne viccelj. Mondjuk, mondjuk, ö... igen? Na jó, gondolom Pesten, de hogy úgy mégis, mégis hol, mert szerintem ott tudja, hogy ki lehet próbálni ilyen cuccokat, fly, amit, amiről beszéltünk. Lehet, hogy nem egy hülyeség. Ja, a telefonról, jó, persze meg lehet azt úgy is oldani, de, de ja, nem is értem, hogy miért gondoltam azt, hogy így teljes setup és nem egy ilyen mozgó cuccal, tehát, hogy igen. megmondom őszintén, ez, a, ez az IRL streamelés, ez, 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 ezzel kapcsolatban nekem azért vannak így aggájaim olyan szempontból, hogy, hogy ö, nem akarok ilyen dolgokba bele ö, Tényleg amúgy nektek erről mi a véleményetek? IRL streamekről. Ö, nem akarok ilyen dolgokba belegyalogolni, mit te valakinek látszik a pofája, de nem akarja, hogy látszódjon. Ilyen jogok, olyan jogok. Nagyon-nagyon kényes kérdés ez. Érted, ahol... Tehát... Mindenhol 820 millió GDP-áros papírt kell érted aláírni manapság már. Tehát, hogy látszódik a pofád írd alá. Hát amúgy, amúgy nem kell messze menni. A, 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 a gyerkőcök szülei is minden egyes évben nyilatkoznak arról, hogy mitől egy iskolai rendezvényen készülhet-e a gyerekről felvétel, vagy sem. Csak mondom. De hát ez szerintem azok, akik mondjuk gyerkőcöt nevelnek otthon, biztos, hogy tudják, meg tapasztaltak már ilyet, hogy orruk alá a papírt, hogy mit tudom, iskolai rendezvényen készülhessen a, a csimotáról videófelvétel, vagy fotó, vagy akármi. A ah, köszi fly. Aha, tehát ez nem, nem is olyan messzi ez az időpont, október 14, hifi show. De jó, Na jó. 10, október 14-15. Mindjárt megnézem, hogy ez milyen nap. Szeptember, október 14-15. Na, ez szombat, vasárnap. Ez tök jó. Mondjuk tegyük fel, péntek este veszem a nyúlcipőt, fölmegyek Pestre, és akkor 7-én, 8-án megtekinthetem, és akkor itt a vasárnap hazamegyek. Estére itthon is vagyok Pécsen. Ennyi. Kész. Megfejtettük. Működőképes lehet. Azt néztem meg direkt, hogy nem hétközben van esetleg, mert akkor, akkor viszont offos a történet. Azt, azt, írja volt uh, hogy nincs szükség az érintett hozzájárulására, a felvétel elkészítéséhez, és az elkészített felvétel felhasználásához, tömegfelvétel és nyilvános közéleti szerepléső készült felvétel uh, esetén. Ez, ez, szerintem biztos, hogy nem ennyire egyszerű. Ez biztos, hogy nem ennyire egyszerű. Ez tudja, hogy nem ennyire egyszerű. De aztán nem tudom, ebben nem is akarok igazából belemélyedni. Ez csak úgy följött, mint, mint kósza gondolat. Ja, igen. és mindenki reklamál a közlekedési kamerák miatt engem. Ne fotózzon, nem engedem. Hát az a baj, hogy a, a, a kedves szerveknek viszont kénytelen vagy hagyni magadat, hogy lefényképezzenek. Édesapám is gyönyörű szépen szokott mosolyogni a fotókon. 180 nal Persze. Nem, amúgy, amúgy, amúgy most már, mert tényleg. Kell, kell, beszélni beszélni Faterra, hogy ne szágúdozzon. Anyu nem olyan, de apuval már lehet, hogy, lehet, hogy egy-két mondat formájában ezt meg kéne ereszteni. Autóban ö, szoktam streamelni, beszélgetünk közben, haladok a dolgommal. Hát jó, de hát ez, a, 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 azzal, azzal nem bánt az senkit. Tehát, hogy, na, tehát egy akik kint rohangálnak, meg mit tudja, nem nagyon, nem, nem, nagyon látszódnak, érted? Meg főleg, ha autóval mész, tök gyorsan, meg ilyesmi. Hát persze, persze, hogy nem. Igen, mert ugye az emberek így vannak egyszerűen összerakva, hogyha mit, 40-nel lehet menni, 50-nel mennek. Ha 200-al lehet menni, akkor 300-al akarnak. Tehát, hogy... Ez van. Igen, ezt, ezt én így értem, Vóter, és, és ez rendben is van, és biztos vagyok benne, hogy bizonyos esetekben ez itt teljesen oké. Okay. De abban is biztos vagyok, mert ugye általában én nem vagyok jogász, de, de jó pár olyan szituációról hallottam, hogy van egy-kettő olyan különleges szituáció, egyéb körülmény, amik már más megvilágításba helyezik a dolgokat bizonyos szempontból, és bele lehet szerintem ilyenbe futni. Tehát most mi, milyen, milyen példát mondjak neked? Mondjuk tegyük fel, vegyünk, vegyünk egy olyan példát, hogy, hogy levideózni le, le egy embert. Na, bizonyos embereknél működik, bizonyos embereknél nem működik. Közszereplőnél lehet, hogy egy, egy bizonyos helyzetben működik a dolog, hogy te őt le kameráztad ö, átlag A4-es magyar embernél, meg lehet, hogy nem működik egy bizonyos szituációban. Tehát hogy tudja, hogy vannak itt még egyéb olyan ö, passzusok, amik, ö, amik még ö, nem az, hogy súlyosbítják a helyzetet, hanem hogy így nehezebbé teszik, és ö, nem minden esetben száz százalékra eldönthető, hogy most neked ahhoz van jogod, vagy nincsen. Na, szóval értitek, hogy mit mondom? Tömegfelvételeken emberek sokassága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint tömeg... Igen, ez is igaz, ezt is olvastam már, és, és, és igen, ezzel tisztában vagyok, ez rendben van. Attól függetlenül igen, biztos vagyok benne, mert száz százalék, Hi higgyétek el, hogy van valami olyan olyan körülmény, vagy olyan szituáció, amikor, amikor kifogásolható mondjuk az ilyen jellegű tevékenység. Nem, meg, meg, meg ha már így felvetődött a szó hogy az IRL streamekről, annyi olyan szituáció adódhat, ami ami, 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 kifogásolható, és, és mondjuk akaratodon kívül valami olyat közvetítesz hirtelen, ami, és, és igen, utána lekapcsolhatod, meg, meg elfordíthatod a kamerát, de akkor, akkor, akkor ott már dimmage done. Tehát mondjuk tegyük fel, valaki rettehetesen kellemetlen helyzetbe kerül, és te véletlenül arra fordulsz a, a kameráddal, így reflexszerűen. Tehát most tegyük fel, most akkor nem tudom hány száz embernek azt mutogatod, hogy valaki éppen olyan helyzetben van, ami nem éppen életeleg kellemesebb helyzete, nem, nem a legjobb. Nem a legjobb. Nyilván még, hogyha az ember kerüli is az ilyen szituációt, mert hát nyilván nyilván ö, ö, megpróbál az ember jó esetben normális lenni, akkor is adódhatnak ilyen ö, szituk. Hű, tényleg, tényleg eszembe jut basszus. Ö, ki is volt ez a külföldi streamer? Ezzel most nem azt mondom, hogy én ilyen lennék, mert biztos, hogy nem, de, 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 de ő a jó példa arra, hogy hova, hova tudnak elfajulni IRL streamek amúgy. Mindjárt eszembe jut Ice Poseidon megvan, megvan a csóka. Egy külföldi streamer srác rengeteg millió IRL streamet tolt, és egyáltalán a végén már nem tud végigmenni normálisan a, 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 az utcán, ráhívták egy csomószor a, a, rendőröket, még ott is, ahol lakott szerencsétlen, akkor a szömsz, szomszédoknek már a hócipője tele volt velük, hogy egy hónapban már harmadjára jönnek a, a rendőrök, és a többi, meg a különleges egységek, meg ilyesmi, és hát konkrétan onna, onnan is mennie kellett. nem durva dolog ez, és így, amikor még ezelőtt egy olyan tizen pár éve még ez annyira nem volt elterjedt dolog, hogy az emberek streamelnek, tehát hogy minden lakótömbben legalább négy streamer van, akkor, 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 még nem is sejtettük be azt, hogy, hogy mondjuk ilyen problémák előállhatnak abból, hogy az ember mondjuk tegyük fel kamera előtt van, vagy, vagy, ilyesmi. És most nem magamról beszélek, hanem azokról beszélek, akik mit tudom, ezt, teszik ezt a tevékenységüket, nem tudom hány ezer embernek adott esetben. Na, értitek, hogy mi, hova akartam kiukadni ezzel az egész dologgal? Hát, Viktor, Viktor, bár csak így lenne. Bár így lenne, ahogy, ahogy, ezt, ahogy ezt te írod. Igen, bár bárcsak. bár csak. De sajnos nem minden esetben van ez így. Nem, Ö, én most nem arról beszélek, Fly, de itt Magyarországon is van, van olyan, aki, aki, aki megjárta bőven ezzel a, ezzel a dologgal. Most tök mindegy, tök mindegy hogy ki, de, de azért az ő helyébe se lettem volna, megmondom őszintén annál a szituációnál. De ez most lényegtelen is mindegy. amikor le kell állítani egy adást, mert dobálják be az ablakod, meg ilyenek. Tehát, hogy így, na. De, érdekes ez az egész dolog, és, és hogy mondjam, én mondjuk annak örülök, hogy, hogy az én, én csatornám nem egy, nem rettetesen ismert csatorna. Tehát, hogy, hogy végig tudok menni úgy az, az utcá, hogy nem ismer föl senki, végig tudok menni úgy egy bevásárlóközpontba, vagy nem jönnek oda 820 an miközben, mit tudom, én cipőt válogatok magamnak, vagy, vagy ilyesmi. Tehát azért... Ez ez, 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 még egy, egy teljesen jó ö, és, és tűrhető és, ö, és ö, menedzselhető szituáció, hogy úgy mondjam. <coughs> Persze, 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 hogy ne, hogy, ne, hogy ne. A abszolút, a abszolút igazad van, Mr. Shadna. De tudod, ez egy olyan dolog, mint mint, 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 számos olyan tevékenység, vagy olyan ö, divat, vagy, vagy, nem is tudom, hogy hogy mondjam, ami, ami egy idő után ugyanúgy le fog szivárogni hozzánk. Tehát ö, ugyanaz az analógia figyelhető meg ezekben a dolgokban, mint, ö, mint ö, az amerikai kultúrában, amikor megjelent Elvis Presley. Akkor nálunk el kellett teljen pár év, míg ö, megjelent ö, Komár László az ő táncoló fekete lakcipőivel. Vagy amikor, ö, mit tudom én, megjelent az Abba együttes, akkor, akkor azért még kellett idő, míg, míg ö, feltámadt. Ö, Hát a família. Vagy, 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 na szóval értitek, tehát, és mondhatnék még 820 ilyen ö, analógiát. Tehát ö, ezek a dolgok ö, bizonyos ö, spéttel, vagy, vagy idő elteltével így, így lecsorognak hozzánk, és itt valamilyen módon ezt így mi újra újraformáljuk. Tehát hát így a saját magunk szája íze szerint, és akkor lesznek, lesznek komárlászlók, neotonfamíliák, meg, meg mit tudom én. Tehát, és mondhat, mondhatnám még ezeket a példákat. Most már picit gyorsabban. Igen, ez mondjuk határozottan így van, Rudolf, mert, mert azért az internet az eléggé sokat dob ezen a történeten, és, és manapság is bárki bármihez azonnali jelleggel hozzáfér, amennyiben rendelkezik széles sávú internet, és általában úgy az emberek igen. A fiatalok meg TikTokoznak. Igen. Istenem, <laughs> Mr. Shadam, a boomer hozzászólás, ezt csak azért mondom, mert te is lebumereztél engem itt az adás elején, hát most ezek, akkor legalább menjen már az adok kapok. Szerintem nem, sokan olyan szinten sokat dolgoznak, olyan kevés pénzre, hogy nincs idejük, ha meg akad is nézik a tévé. Persze, hogy ne, hogy ne, nyilván, nyilván. Nyilván, és amúgy, amúgy tökre durva, Baromira jó lenne az, hogyha, hogyha mindenkinek mondjuk lenne ö, kötelezően ö, minden egyes nap, nem tudom, hány órája, ami, ami, amiben eldöntheti, hogy mit szeretne csinálni. És ez. Én nem is azt mondom, hogy így kötelező jelleggel, de hogy így értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogyha mindenkinek meg lenne arra a lehetősége, hogy abban a, mint a napi pár órában, mondjuk, hogyha olvasni akar, akkor olvashasson, ha mondjuk játékot akar játszani, akkor játszhasson, ha mondjuk mit tudom én, mit akar csinálni, akkor mondjuk azt csinálhassa. Szóval értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk egy olyan 4 órával kitolnák még a 24 órát, azt mondanák, azt hogy innentől kezdve minden egyes áldott nap 28 óra, nem érdekel, hogy hogy kell föl a nap. Nem érdekel, hogy mikor nyugszik le. Nem, nem ez most így a, 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 a mérőszáma, vagy a a a, a, mértékegysége a dolognak, hanem, hanem ö, mától, mint a 28 óra van, és akkor mit egy tilos mondjuk megnövelni a, a, a munkadóknak, mondjuk tegyük fel a, a, a munkával töltött óráknak a számát, hanem minden egyes ember köteles azt a pár órát magára fordítani. Szerintem rengeteg embernek ö, lenne ez egy, ez egy ö, írtozatosan nagy életminőségbeli ö, javulás és ö, változás. Tehát most például arról beszélek itt, hogy én nyáron például sokkal jobban érzem magam a bőrömben olyan szempontból, hogy igen, vannak kötelező feladataim, igen, van egy, van egy menetrendem, streamelek, stb., meg megcsinálgatom a kis dolgaimat, meg föltöltöm a videót, és stb., és stb., és stb., és stb., indexképet gyártok, videót vágok, mit tudom én, játékot keresek, uborka szezonban ez egy nagyon-nagyon ez ez egy jó foglalatosság. Hosszú, 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 hosszú órákat is igénybe vehet ez. Bizony. Hát komolyan jut eszembe. Hát a heti menetrendet hétfőn, nem viccelek, 12 órán keresztül szültem. Ezt így, ahogy mondom, 12 órán keresztül, hogy mi legyen, Hát ritka, ritka szar időszak ez most így ez a nyár de majd ne aggódjatok, majd pár hét aztán elindul itt csőstül minden. Ö, igen, igen határozottam. Aztán ráadásul tessék, mi, ugye? <laughs> Na, szóval ö, értitek, hogy, hogy mi van. Ö, annyit akartam csak mondani, hogy hogy. Ö, hogy a nyár ez olyan szempontból jobb, hogy, hogy, ilyen szempontból kényelmesebb. És hogyha mit tudom, én szeretnék megnézni egy-egy filmet, akkor azt meg tudok nézni. Mert nem az, hogy leteszem a fejemet, és már alszok érted, mert mondjuk annyira fáradt vagyok itt tanítás, meg stream után. És, és, például most nekem úgy szokottam úgy menni a menetrendem, így egy átlag nap, hogy 9 órakor felkelek. Általában korábban szoktam kelni, de kilenckor kelek fel, mert három órakor ö, aludtam el. És ö, délelőtt ö, szöszölök, á, jellemzően olyan dolgokkal, amik így a streammel kapcsolatosak, ö, meg, ö, meg így eltengek-lengek, hogyha éppen lehetőség van rá. És ö, igen, 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 ez, ez határozottan, majd ne félj, mindjárt végegíroz. Ö, és ö, szépen megebédelek, mit tudom én, és amíg így kitalálom a dolgokat, meg így pepecselek azokkal, a, azokkal az elintézendő ügyekkel, amik ugye éppen vannak streamel kapcsolatban, nem streamel kapcsolatban, elmenni a boltba, bevásárolni, stb. Hát már ott tartunk, hogy ugye stream van, és akkor 5 órakor fellövöm, és tart mondjuk 10 Na most a 10-kor befejezed az adást, tegyük fel, vagy 9-kor, és tök mindegy, mikor, hogy, akkor utána ugye megy a videó exportálás, hogy ugye, ja, apropo a YouTube, hát bekaphassa. Hát már bocsánat, elnézést, de tényleg, most már hányadjára fussak bele ilyen szituációba? De tényleg, hát a, a piros platform, hát húzza meg. Hát húzza meg most már. 11 óra, 11 nyomvat óra nem elég arra, hogy egy, 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 egy 3-4 órás videót HD-ra konvertáljunk? Hát mi van itt? Mi, 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 mi a radai történik? Ma, ma is nézem, ma is nézem, valamelyik szegény néző visszanézte volna tegnapi, ö, mi volt az Recitent Klenket, tökre örülök neki, és, és akkor, és akkor, kommenteli oda, tökrendes volt, mert nem engem e kéze, tehát az a kedvencem, amikor fölteszem, érted? Mert, mert én adás után, miután végeztem, videót exportálok, és azt csinálom, hogy, hogy mit a 10-kor végzek, 11-kor már, már fel van töltve a videó, és akkor utána beállítom, hogy mit a reggel 9-kor kiküldje YouTube-ra, hogy akkor, akkor legyen nyilvános. Lehet így ütemezni. És érted? Kiszámoltam, 11 nyomvatóra nem volt elég annak a szaros platformnak arra, hogy egy három órás vagy 4-órás videót HD-re konvertáljon. És ugye a szegény néző, mondom, tökrendes volt, mert nem engem megkézett hála az égnek, hanem, hanem, hanem a YouTube-ot szitta, hogy, 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 hogy mi a francért, most, most jön ki a videó, vagy egy órája már kijött a videó ami hát valójában 11 óra volt, és még nem HD. Tökre igaza van. Tökre igaza van. És amúgy meg nem azért mondom, én ért, értem, értem azt, hogy kevés a szerver, meg mit tudom én, meg, meg azért azt is tudom, hogy hogy, hogy nyilván a, a, az, a, az, a, az a videó mennyiség, ami naponta oda felkerül, hát szóval így tehát nincsen elég szerver a világon, érted? Oké. Csak hogy 11 óra. Tehát hogy 11 óra nem elég. Hát most így mi, mi, mit kell csinálni? Úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, srácok, ö, ö, hogy, hogy fogom magam, és akkor nem 9 órakor mennek ki majd a a, a videók, hanem, hanem az lesz, hogy mit te délután négykor, És akkor addig, add, addig azért csak sikerül, vagy nem tudom. Priorizál? Hát meg Priorizálja a néni Igen. Meg a másik kedvencem. Másik kedvencem, hogy neki áll HD-ra konvertálni egy videót, ami nem történik meg sose, hogy, hogy HD lesz belőle. És akkor tudod, ilyenkor én már látom, hogy felkerült, meg minden, meg jó, most már lehet törölni Twitter is a vodot, meg ilyesmi. Én ezért csinálom azt amúgy, hogy, hogy egy napig nem törlöm érted a vodot. Mert hogyha megint elkókányolja a YouTube, akkor tudjak mit csinálni. Na mindegy, szóval ezért kicsit azért főcsesztem magamat, hogy 11 óra nem volt elég hozzá, Rendben van, vannak ilyen szituációk, de hát azért na. Lehetne egy kérdés egy Youtube-on kapcsolatban. Múlt héten elvileg volt csütörtökön, meg szombaton uh, arma stream, de csak egy vodottal találtam. Elmaradt, vagy nem el lett feltöltve valamelyik? Csütörtökön is, meg szombaton is volt arma stream. Csütörtökön is, meg szombaton is. Ja, 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 igen, 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 igen. Az, az kiképzés volt. Kiképzés volt, ö, ö, és a csütörtöki nem került fel, azért nem került ö, fel, mert egyszer már kiképeztek, és gondoltam kétszer ugyanazzal a kontenttel, a ne az egy, amúgy is egy olyan stream volt, ami mondtam nektek, hogy azért kell, hogy én szombaton együtt tudjak velük játszani. Tehát ez nem, nem ö, most ne sértődjetek meg nagyon, de ez alapjában véve nem rólatok szólt, már bocsi, általában nem itt szokott lenni, hanem, hanem kvázi rólam, hogy ne legyek ö, teljesen hülye szombaton, érted? Tehát, hogy, hogy ez azért, ezért volt. Ezért volt, hogy, ö, hogy, hogy ne legyek egy hátráltató tényező, hogy, hogy hogy, hogy, ne akadályozzam érted az alakulatot abban, ami, ami az ő szombati játékuk. Mert nekem megmondom őszintén, a szombatival kapcsolatban az volt a legnagyobb problémám, hogy, hogy, hogy fogom-e a, a, azzal, hogy már nagyon régóta nem játszottam így velük, ö, ö, akadályozni őket, mert ezt nem akartam volna. És akkor ezért, ezért döntöttek úgy, hogy, hogy jó, akkor el kell menni egy képzésre, aztán meglátjuk, hogy mi van. Hogyha, mert az volt a megállapodás, hogyha úgy látja bárki a, a nagyok közül, hogy, 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 hogy nem tudom a feladatot teljesíteni, vagy vagy akadályozó tényező lennék, akkor, akkor, akkor azt mondják, hogy nem. Tökre megértettem volna. És ezt amúgy a lelkükre is kötöttem, hogy ha azt látják, hogy problémás a dolog, akkor, akkor, izé, akkor szóljanak. És akkor, és akkor elhalasztjuk, akkor még egy-két képzésen részt veszek, vagy mit tudom én. Hát, fly, igen, igen, igen. De hát erre, erre meg azt tudom mondani, hogy hát ez van. Ö, jó, azzal azért legyünk tisztában, hogy boldog-boldogtalan, teljesen ingyenesen feltölthet oda minden szart, és meg is teszik az emberek, ö, és, és azok is 1080p, meg 4K HD-ban pörögnek érted? Tehát, hogy hogy igen, valószínűleg van ára annak, hogy, hogy, hogy mindenkinek mindent lehet. Csak mondom. Egészségedre, Bitumen, egészségedre. Most a héten amúgy nem, nem armázunk, mert nem akartam nagyon, hogy megfeküdje a gyomrotokat, nem pöröghet állandóan arma. Jó, nem is szokott állandóan arma pörögni, de majd jövő héten. Jövő héten valószínűleg már megint lesz. Mondták, mondták a srácok, hogy most szombaton is nagy valószínűséggel nyomnak valami küldetést, mert úgy általában szoktak, de de mondtam, hogy most ezt a, ezt a hetet skippeljük, aztán majd jövő héten mehet a dolog. Jézus Máriám Na várja, ezt most beolvasom Baba pudingos bunyipókat Puding papog Babjait, aljas kúszóbabot és mogyorós pannakot, kellemes pénteki Napszakokat és étvágyakat Szerb Woodstock, moin moin Jézus eleje Ezt így meddig szülted? Drakó mondja, üdvözlünk nagy szeretettel Szervusz <laughs> én is. Hú, hát én a Tarkov-val a Tarkov kapcsolatban őszintén szólva, én, én már elvesztettem a fonalat Csabi, és euh, nagyon élveztem azt a pár streamet, ami volt a, a Tarkov-ból, de engem így hosszú távon nem kötött le, és euh, legfőképpen azért, mert folyamatosan azt éreztem benne, hogy ennyi erővel basszus, én armázhatnék is. Amúgy attól függetlenül, meg kicsikét utána néztem itt a, a dolgoknak, így az armát illetően, Mm, számomra egy nagyon-nagyon kedves kontentről van szó, de ezt ti tudjátok nagyon jól. Meg itt vagytok, amikor megy, meg egyáltalán. Ö, hát srácok, azért ez a Reforger. Mm, néztem egy streamet a Reforgerrel kapcsolatban, hát. Ö, én körülbelül olyan érzésem volt, minthogyha egy ilyen Kickstarter projektről lenne szó, tehát konkrétan ugye azt tudni kell, hogy majd jönni fog az Arma 4, amit tök jó, és mindenki úgy várja, mint a messiást, Igen, csak ráfér már a grafikára az upgrade, nagyon sok olyan addon van az Arma 3-hoz, amit amúgy implementálni fognak a 4-be, tök jó dolog, minél kevesebb adunk kell, annál egyszerűbb a dolog. Arról nem is beszélve, hogy az Arma 3-ban még, hogyha együtt szeretnél játszani a, a, a haveroddal, akkor ez nem úgy megy, mint manapság egy normális játékban, hogy van egy lobby, és akkor oda becsatlakozik a Steam Friend, és akkor mit tudom én, megy a játék, hanem különböző portokat kell nyitogatni a a Mit? Tehát behánysz tőle, és ö, eléggé komplikált a dolog, viszont ö, mit akarok mondani. Viszont ö, viszont a 4 már ez gyönyörű szépen meg lesz oldva. Na, de hogy miért, mi, miért kezdtem el ezt így mondani. A Reforger az csak egy, egy ilyen mellékszál, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Tehát 30 vagy 30 valahány euróért. Így múltkor megnéztem, azt hiszem, hogy pont hétfő, mert mondom, lehet, hogy bele kéne sasolni, hogy megnézzük, hogy, 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 hogy milyen egy ilyen, hogy hát, ha van valami single kampány, vagy akármi, vagy hú meg hihi, -hi, aztán kiderült, hogy, hogy, hogy ez még olyan fostalicska állapotban van, hogy az valami elképesztő. És és utána elkezdtem olvasgatni különböző teszteket a reforger és hát írták, hogy hát annyira rettenetes még a játékélmény, így rengeteg bug miatt, hogy, hogy hát így őszinte szíve senkinek nem merik ajánlani. Na mindegy, hát szóval egy kicsit olyan, olyan, na, hát hogy mondjam. Az élmény, az élmény még, még nincsen a helyzet magaslatán ahogy a játék sem. Szóval viszont és ez az összefüggés starfield kapcsolatban mondom, mert ma mentek ki amúgy a, 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 a review kódok a, a Starfieldhez hez, és, és lehaltak az ESO szerverek. mindenki elkezdte tölteni. De ma, ma realizáltam, és nem tudom, hogy, ez, hogy letek ennyire hülye, hogy, hogy, hogy ez így nem állt össze a fejembe, de konkrétan az megvan, hogy... Na, mi a, mi a, 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 a hasonlóság, vagy mi, mi a közös az Elder Scrolls Online-ban és a Starfieldben? ben Na, ki tudja ezt megmondani? <laughs> és ez egy jel. Ez egy jel ez egy nagyon-nagyon, de hogy az engine, nem, de hát így van, pontosan, a Bethesda, pontosan, hát erről van szó, hát konkrétan, az egyik kedvenc játékomat ugyanezek, ráadásul nyílt világ, értitek? Kicsit rpg elemek, hát itt jó lesz ez. Jó lesz ez. Annyit fogunk starfieldezni, mint az állat nézegettem basszus különböző videókat, amik eddig kijöttek. Hú, húha. Na most annyira szeretném, hogyha ez egy olyan játék lenne, ami, ami, ami nagy valószínűséggel nem lesz, mert, mert annyira látszik ez, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, hogy elindulnak nagy hype -a a játékok, tegyük fel, ott van mondjuk, ott van mondjuk az új Diablo, a Diablo 4-es. Emlékeztek, amikor megjelent, akkor boldog boldog talán itt a Twitch-en a Diablo 4-et pörgette, és mindenki húzta a karakterét, és a többi, és a többi, örültünk Kontinak, mit egy millió egy ilyen szituáció volt, és, 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 most, most arra valahogy ez így le is csengett. Na most ugyanez, nem tudom, hogy, hogy, hogy például a Diablo 2 esetében, ö, ugy, ugyan, jó, ez erőteljes túlzás, hogy, hogy lecsenget, csak hogy, csak hogy már bőven nem annyian streamelik, mint amikor, tehát megjelenés első hetében mondjuk tegyük fel. Igen, tehát hogy így egymást érik ezek a hype vonatok, így, így ö, valahogy így ö, sokkal... Ö, sokkal rövidebb a lefolyása ezeknek a dolgoknak, ahogy látom, és, 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 és azon gondolkozom, mert tudjátok, hogy, hogy, ezen törtem a fejem még régebben, hogy általában mindig voltak ilyen main játékok a, a, a csatornán, és most így mit tudom, ott van, tegyük fel egy az arma, ami így két hetente jelentkezik, vagy, 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 ilyesmi. igen, ezzel szemben Ricsi az SO örök, ez, így van pontosan, ahogy mondod, mindenkit érdekel, csak titeket nem, de engem nagyon, illetve inkább úgy mondom, hogy engem rohadtul érdekel, csak titeket nem, ez, ez így a pontos megfogalmazás, de én akkor is játszani fogom, leszarom. Szombaton olyan prominens személyekkel fogok együtt játszani, mint Archer Bazsi. Nival, Ered Lion, tehát konkrétan őket lehet, hogy nem ismeritek, minden esetre, akik így a Magyar Szövetségben, vagy a Hungarian Lordsban, vagy, vagy a Fekete Serekben így érdekeltek, mint klám, meg ilyesmi, ő nekik a, a nevük esetleg mondhat valamit. Hát olyan játékosok, akiknek nem tudom hány ezer órájuk van ebben a játékban, minden szettet ismernek, Temriel minden egyes zegét, zugát ismerik, mint a tenyerüket. Lordizm, a tizedik hónapos lordizm. Jubilál, jubilál a művész. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tapsoljuk meg és szeressük meg. Ö, szóval, szóval, ilyen prominens személyekkel fogok szombaton együtt játszani. Én tökre csipázom amúgy őket, de ilyenek érted, hogy nemzetközi rédlíder leader a, a, az eredis például, meg, tehát szóval, így, na, mindegy, hagyjuk, el, elmebeteg jó játékosok, tehát az egy különleges tartalom lesz, nem fog érdekelni senkit, de én nagyon fogom élvezni, úgyhogy végre, végre, végre összeáll a, a, a geng, úgymond, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy mondjam, és tök aranyos volt Bazsi, mert, mert ő, ő keresett meg, hogy, hogy, te figyelj, ne kelljen izé randomokat keresgélned, meg ilyesmi, akkor figyelj, jövök, jó? És egy tök jó fejs srác, amúgy rengeteget tud a játékról, nagyon-nagyon bírom, meg egy csomószor segített már nekem, szedtek meg ilyesmi, és, és mit akarok mondani? És akkor mondom, hát akkor mondom, ráírok Eredre is, meg Nivára is, hogy van-e kedvük csatlakozni, és mind a ketten mondta, jó, persze, jövünk, oké, zért csináljuk, jó lesz. Na, szóval ez lesz szombat este. Tehát délelőtt kifogadó órázzuk magunkat rendesen, meg utána még haladunk tovább a játékokkal, meg hasonlók, és akkor este pedig átadom magam a gyönyörnek, és mindenféle veterán tartalmak fognak pörögni meg egyáltalán. Na, eddig, eddig tartotta a speech, most valami másról fogunk beszélgetni. Ja, hát és igen, és ott lesz a Gamescom is, és azzal kapcsolatban már volt ö, hír, hogy kik lesznek a, a Gamescomon, nem? Azt nézzük már meg. Vezető hírek. Nézzük, azt mondja, hogy Gamescom. Mik lesznek, kik lesznek, tudjuk? Várjál, mindjárt gyorsan nyitok egy ö, cikket. Jó, hát ebbe, ebbe semmit nem mondanak el. Milyen cikk ez? Két mondat, érted, és semmiről nem szól. Na, várjál. Ezt meg akarom nézni, hogy ki írta ezt a cikket, ezt a két mondatosat. Aha, jó, ezt a nevet, ezt megjegyezzük. Jó, ö na, szóval, hogy mik jönnek? Mik jönnek? Lehet tudni. De valaki biztos tudjám közületek, hogy, hogy milyen címek képviseltetik magukat. Aha, nem tudom mennyire igaz, de Gaben is ott lesz, Half-Life 3. Persze, persze. Hát, de a dotán kívül van még, amire kilátogat az öreg? De most komolyan? Tehát, hogy így. Na, de azt az tudjuk, hogy milyen IP-k milyen lesznek? Vagy nem tudjuk? Nem tudjuk mi. Aha, előrejelzések, ez mi ez valami? Jaj, ma... Csöndbe legyél! Maradjál magadnak? Na nézzük, azt mondja, hogy valaki be tudja linkelni. Nem akarom együtt megnézni. Nem, én, én nem tolok ilyen izékat. Ezt meg, megteszik helyettem, nekem nem kell. Én nem, nem, ö, amúgy is bajban vagyok ezekkel a van például, amit így holnapra szánok, nem, vagy vasárnapra szánok, ezt most nem tudom. De, de van például egy dokumentumfilm, ami, amiről tök szívesen beszélnék veletek, és kellene, hogy bejátszak belőle részeket. Ez nem, nem, a tévébe ment, hanem egy, egy YouTube-ra készült dokumentumfilm amúgy. Azt én így bejátszhatom, ugye? Szabad? Szabad azt úgy? Mit tudom én, hogy egy fél percet nyomok belőle, és akkor utána pofázok, tehát hogy ez, ez így, azért mehet, nem? Ebb ebből, azért nem lesz baj. Tudjátok, hogy mennyire óvatos vagyok, nem szeretem a bajt, meg nem szeretek tüzet oltani, és nem, szóval így fontos, fontos a védekezés, legyen ez a mai nap jelszava. Jaj, jó, 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 jó Sledex, rendben van, de most figyelj, én, én nem, nem ö, a, a TLC-ről játszok be, mit tudom én, különböző gusztustalan dokumentumfilmeket, amiket itt szoktak nézni. Ja, 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 jó, jó, jó oké, de, de azok nagyrészt ilyen YouTube videók. Most nem tudom pontosan, hogy ez, amit én akarok mutatni nektek, ez... ez nem akarom direkt elmondani, hogy mi, mert nem akarom, hogy megnézzétek előtte. Ö, legyen, legyen olyan elemi a, a, az élmény, mint amikor nekem volt, ö, amikor először láttam. Nem, de hogy? Re Mr. Saddam, nem lennél itt 820 millió éve, és nem tudnád percre pontosan, hogy mit fogok mondani, hogy fogok reagálni, és és, és egyáltalán akkor megérteném ezt a hülye hozzászólást, de, de nyilván viccesz. Tehát, Na, szóval nem, nem, mert, nem, mert, mert, mert erről, akartam veletek beszélni, mert, mert tökre jó téma, úgyhogy szerintem elő, előrángatom az vasárnap. Igen, igen fontos a védekezés. Jó, pedig játszhatnál. <laughs> Elemi, akkor Sharon Stone. kiváló hozzászólás, Bifly. Hú, basszus, azt is, de régen láttam. Na. Jó, ö, tehát akkor azt mondjátok, hogy ez így mehet. Jó, mert akkor vasárnapra van egy olyan témám, ami szerintem tök jó, és ö, és arról mondjuk érdemes lenne beszélni, bár már gingerék ö, ö, elég, elég sok témával ö, láttak el, vagy hát nem is azt mondom, hogy sok témával, de vetettek fel jó pár dolgot, amikről amúgy lesz szó. Discordon rogatták be a fórumba. Ja, aha, aha, Ö, ja értem, értem, értem. Meg tudom oldani, Csabi, tehát ezzel, ezzel nincsen probléma, kitalálom. Kitalálom, hogy hogy lesz, sőt, igazából egyszerű a képlet, megoldom simán. Vannak trükkjeim. Na, szóval, mit akartam mondani nektek? Vagy hova tartunk? Vagy, vagy, vagy merre, merre, fele folyik a móka vonat? Hogy, hogy uh, mi is fog történni? Miről beszélgettünk? Tehát mi volt, mi volt, a témánk, ahonnan idáig eljutottunk? Hú, sok minden. Csak hogy valamivel még akartam foglalkozni. Tehát valami, valamiről még akartam beszélni uh, nektek, mert tudom, hogy itt volt a nyelven, csak aztán eltérített valamelyik téma. A Gamescom, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hát arról azt már átbeszéltük, az, 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 az mindegy. Ja, hát ilyen nincsen, hogy ahol van reklám. Hát mindenhol van, Csabi. Mindenhol. Mindenhol is. Nem, azon már azon má túl vagyunk. Már vol, volt szó itt az armáról is. valamerre arra volt... Ö Na jó, van basszus elfelejtettem, nem tudom. Dobjatok be valamit. Igen, teljes mértékben. Elettem el térítve. El lettem térítve, és sodródtam az áral, és történt, ami történt. Fene meg! Nem tudom, olyan, olyan jól elbeszélgettünk, hogy akarunk mi még játszani? Vagy. vagy, vagy ö... Le... Ja, lecsenget, hype, -ok. na köszönöm szépen, nagyon jó, nagyon jó. Nagyon, erről van szó. Ez. E... Igen. Tehát, hogy ö... ezek, ezek sokkal rövidebb ideig tartanak, és. Ö valahogy nincsen olyan kifutása a dolgoknak, mint, mint, annak idején, mint jó pár játék, hogy, hogy eltartott hosszú ideig. Tehát, hogy, mert ugye azon gondolkoztam én, hogy, hogy milyen olyan tartalom lehetne, ami így, így, visszatérő jelleggel pörög, ami, amiben elmélyedek egy kicsikét, meg mit tudom én, tehát, hogy, hogy mint annak idején volt most a PUBG, volt a Counter-Strike, volt a Code, tehát megmondom őszintén, bízok nagyon a, a, a leg újabb hogy az majd jó lesz, de pont ma jöttek ezzel kapcsolatban hírek. Ja, ez, ez igen, ez, ez, ez valahogy így sikerült, bifly. Ö... Köszönjük szépen, Csigusz, a hozzászólást és, és jöttek, jöttek hírek a, a Modern Warfare 3-mal kapcsolatban, hogy egy szivárogtató mondta, hogy, hogy lehet, hogy nem is lesz új helyszín, csak így át verziózzák egy kicsikét így a pályát, meg mit tudom én. Hát most megmondom őszintén, egy kicsit így sajnálnám, sajnálnám. Jó, tisztában vagyok vele, hogy a játék, mit tudom én, hány euró ér, az is lesz 100, mert majd előbb játszhatott három nappal, nem tudom, valaki, valaki, valaki sürgősen folytsa meg azt a, azt a marketingest, aki ezt a hozzáállást kitalálta. Na mindegy, de meg kell venni, ez van kész, mert minél előbb játszani akar vele az ember. Szóval a lényeg az, hogy hogy kínál egy, egy kampányt, kínál uh, multiplayer-t, rengeteg játékidőt, egy csomó olyan kontentet, ami majd érkezik. Tehát, hogy, hogy én ezzel tisztában vagyok, meg minden, de az tök jó lenne, hogyha hogyha valaki most már végre lerakna valami olyat az asztalra, mint öö, ez de szarú fog hangzani, mint annak idején a PUBG. <laughs> nem szabadott volna ezt kimondani, nem szabadott, nem szabadott volna ezt kimondani, de hogy értsétek, hogy, mi, hogy mit akarok ezzel az egészszel mondani. <laughs> Istenem! Magam alatt vágom a fát, de akkor is elmagyarázom, hogy mit akartam ezzel mondani, és meg fogjátok érteni. Amikor berobbant ez az, az egész Battle Royale-os őrület, akkor, akkor az egy, az egy volt annak idején, és, és, igen, igen, mondhatjuk azt, hogy kategória teremtő, vagy, vagy, vagy nem is tudom, de valami olyan új íz, valami olyan új hozzáállást kívánó játék, ami, 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 ami nagyot megy, és, és én emlékszem arra, hogy mennyire tombolt az emberben az adrenalin az első pár pubg ugrás alkalmával. És hát egy jó szarjátékról beszélünk, mert őszintén szólva most. Bocsánat, de de ezt tudja mindenki, hogy rettenetes az a játék a a a, 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 a textúráival és ugye egyáltalán, de ezt, ezt mindenki tudja. Hát ez bor, borzalom, na. Tehát ezért is volt felüdülés a vorzon amúgy. Na mindegy, szóval m tehát, hogy jöjjön valami olyan végre, ami, ami tényleg az embereket leveszi a lábáról, és és némileg kis és ekélyes ez a, ez a megfogalmazás, hogy kategória teremtő, de, de, de végső mégis erről van szó, vagy hát ez lenne a helyzet. Nézd, Csabi, ha bukik is, hány, hány kod, hány kod bukott már? Hány kod, és mi történt a, 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 az IP-vel? Semmi. Mindenki megveszi, mert új kod. Tehát, tehát, tudod, ez egy olyan dolog, hogy olyan szinten bebetonozták ezt a, ezt a, ezt a franchise-t, hogy, hogy így, így, így lehetetlen átlépni, és egyáltalán. De attól függetlenül én azt tudom neked mondani, hogy a legutolsó epizód is, amiben a kampányt ugye toltuk és végigvittük, nekem egy. Tök jó élmény volt. Tehát ez egy abszolút egy jó élmény, és tetszetős, és sodró, és akciódús, és streamelni is jó volt. Tehát, hogy na. Abszolút, abszolút rendben van. Nyilván, nyilván bizonyos, bizonyos részeknél olyan szinten magasra tették a lécet, például az előző előtti kodnál, ha jól emlékszem, ahol, ahol azt hiszem, hogy így a háborúval kapcsolatos etikai kérdések és és morális dilemmák és a háború velejárói ö, adták igazán a történet savaborsát, így a kampány során. Nekem amúgy a, a, a kedvenc kodom volt. És po, pont ebből kifolyólag, és nem nem a multiról beszélek, hanem csak és kizárólag a, a kampányról. Nekem a kedvencem volt, pont azért, mert ezzel a részével foglalkozott, és valami valami olyan módon sikerült az embert így a tökénél fogva elkapnia, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy bejött a múlva. És, és tökre jó lenne, hogyha, hogyha következő olyan lenne, hogy lehetne, mit tudom én, legalább, hogy, mit, hogy heti egy vagy két alkalommal streamelni mondjuk, mert, mert mert mit tudom én, mert, mert, mert az ember ö, szívesen nyúl, érted, egy, egy játékhoz úgy, hogy, hogy már azért megvannak benne a dolgok, kifarmolt ezt, azt, akkor mit tudom én, tehát hogy ezt élem a mai napig az esóval, tehát hogy félreértés ne essék, hogy van, van egy rakat szettem, érted, amit tudom, hogy milyen nehéz volt néhány triát végig küzdeni, meg, 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 mítikus item, amit összeszedtem, itt ott, meg kergetni a nyomokat, meg a lideket, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az élvezetes, és, és, és tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen mén játék, ami, ez lehet bármikor nyúlni. Például például ilyen uborka szezonban, mint ami most van. Én például ennek, ennek határozottan örülnék. Arról nem is beszélve, hogy különböző játékok köré azért alakulnak közösségek, ugye? Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy mit tudom én, hogyha ilyen ö, tartalmat akarsz, akkor tudod, hogy melyik csatornára kell menni. Ha hogyha olyan tartalmat, akkor meg a másikra. Tehát, hogy persze. Tehát, valószínűleg, hogyha mit tudod, hogy van szó, akkor nem az én csatornámat fogjátok keresni. Hát és és ezzel nincsen semmi probléma, meg ez, ez teljesen rendben van így. Vagy hogyha, mit tudom én. Ö, szózlák játékok vannak a porondon, akkor maximum azért jössz ide hozzám, hogy katasztrófa turistáskodjál, és nézed azt, hogy öt órán keresztül ez egy csépelem az öldógrét, ugye? Ami mostanában nem tudom, hogy miért, de egy ilyen visszatérő momentum. Valószínűleg azért, mert tökre sajnálom, hogy balfék vagyok a szózlák játékokhoz, és azért is örültem annyira a Remnantnak, mert arra képes voltam. <gül> <gül> Fortnite-ot volt ilyen. Fly. Vol, volt ilyen, méghozzá Zéróval játszottunk, és. Vagy Lolival? Nem Zéróval, az Zéróval, aki a végén Bokornak álcázta magát, és, és uh, sikerült elsőnek lennünk. Csak mondom. Ja, és amúgy meg akartam nektek mondani, hogy egy, egy sajnálatos uh, tényt fogok veletek megosztani, és. Uh, Tudom, hogy ezt már itt több napja promóztam, de nagyon el kellett gondolkoznom, és, és önvizsgálatot tartottam, és viccen kívül amúgy, nem nem, 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 nem hülyéskedek, de ö, nagyon elgondolkoztam azon, ugye mondtam nektek, hogy építsünk -e, ö, szeretnétek, hogy, hogy legyen egy lombkorona sétány a Minecraftban, és hogy megépítem, és nagyon jó lesz, és mit tudom én, ö, és arra a döntésre jutottam, megmondom őszintén, hogy nem. Na, öö, vajon miért született meg ez a döntés? Valaki tudja? Van-e valami tip? Nem élnek a dinók? <laughs> Csapipa. <laughs> ne. Nem, Nem azért. Na igen, de miért nem? Miért nem ciguz? Tudjátok nagyon jól, hogy itt a, a, a érdektel lenne a közösség. Nem, szerintem jó szórakoznátok. Főleg amiket kitaláltam, hogy miket lehetne mondani közben meg ilyesmi. Ö, a bal része az nem érdekel csiguz, ne, Nem az a része érdekel. Egyetlen egy dolog érdekel. Ö, egyetlen egy. Az pedig az, hogy aki régóta itt van köztetek, és, és szinte minden adáson, mit tudom én, vagy régebben többet itt volt, mindenki nagyon jól tudja, hogy nem jelent meg a fekete autó, nyugodjatok, meg semmi ilyesmi, nem. Mindenki nagyon jól tudja, hogy az összes politikával kapcsolatos hozzászólás itt törölve van. Törölve van, téózva van, bannolva van, mit tudom én. Na, értitek? Elnyúlt a délutáni szundi savismit. Az igen. <laughs> Jó reggelt. Na, szóval, tulajdonképpen ö jogos lenne, nem. Nem, 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 nem cool ez. Nem. De hogyha én ezt megcsinálnám, akkor utána joggal kérdezhetnétek azt, hogy, hogyha én ezt mondjuk megeresztettem, akkor ti nektek miért nem lehet a cseten. Ugye? Na, úgyhogy, úgyhogy ennek megfelelően, mivel a politikának amúgy sem adtunk soha teret itt a csatornán, most se fogunk, úgyhogy jogos lenne az a, az a hozzászólás, hogyha, hogyha én mondjuk egy ilyet csinálok, mondjuk egy ilyen témájú streamet, akkor, akkor nektek miért nem lehet mondjuk erről a, twitch, a, 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 a cseten beszélni. És úgy gondolom, hogy ez így nem annyira fair. Ugye? És egy ö, streamet meg nem ér meg ez a dolog, hogy, ö, hogy az ember segget csináljon a szájából, vagy, vagy, vagy ez lehet, hogy nem is feltétlenül az, de, 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 hogy mondjam. Tehát, hogy. Mm, ja, igen, 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 igen. igen ö, ne, ne, nem éri meg az esetleges és lehetséges ö, ö, konfliktusokat. Ez a véleményem róla. Persze, persze, fly, attól függetlenül, hogyha, hogyha, hogyha ezt így mondom, meg, meg fölvetődött, ö, én, én ezeket fogyasztom. Tehát, hogy én olvasok ö, 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 egy, kettő, három, hát egy olyan négy, négy. Négy, négy hírportált például biztosan ö, ezzel ezzel a témával kapcsolatban, mert engem érdekel. Pittam, miért, hát így nőttem fel gyermekkorom óta, a családom politika fogyasztó, tehát, hogy ez már van ilyen, van ilyen ö, kategória, és attól függetlenül meg érdekel. Hát miért érdekel? Nyilván azért érdekel, mert hatással van rám, mert én is itt élek, és ö, hatással van rám. Viszont, ö, viszont, ö, viszont. Ö, Na, szóval, ja, bocsánat, csak kicsit így elkalandoztam közben. Szóval, hatással van rám, nyilván érdekel, meg fogyasztom az ilyen, ilyen tartalmakat, ö, de ezzel nincsen semmi gond, hogyha az ember azt mondja, hogy itt viszont ö, erre, tehát itt ö, nálam nincsen szükség. Ez van. És, és persze, tehát hogy én is nézem. Tehát, hogy mindenki néz ezt vagy azt. Tehát, hogy. hogy, hogy ö, és, és megmondom őszintén, ö, Tökre jó lenne, hogyha például ilyen témába az ember tudna csinálni mondjuk egy, egy, egy beszélgetős műsort, és nagyon-nagyon jó lenne, mert, mert, mert jó lenne, csak az a baj, hogy hogyha az ember csak azt szeretné csinálni, tehát csak ilyen jellegű dolgot, akkor azzal nincsen semmi gond, de mihelyest van mellette más tartalom is, tehát mit tudom én, az ember játékokat játszik, stb., meg kipróbálja az újdonságokat, és a többi, mint itt ugye általában, akkor, akkor ennek az ilyen témájú műsornak igazából szinte majdnem, hogy csak negatív hozadéka van. Ezzel, ezzel ez a ez a probléma. Arról nem is beszélve, arról nem is beszélve, amit Fly is ír, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül ezt szeretnétek nézni. Csak egy kérdés, hogy lehet itt politikát fejtegetni, de tudunk valamit ellene tenni? Már, máma, hogy hol? Itt ezen a csatornán? Itt sehogy. Vagy, vagy, vagy mit szerettél volna ezzel mondani, mert most megvárom, kíváncsi vagyok rá. Na, végre valaki. Végre valaki. Tejka nem ért velem egyet méghozzá. Rád meg ránk nézőkre szimplán nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ezzel már vitába szállnék olyan szempontból, hogy ha a részemről az egy elvárás felétek, hogy, hogy ne politizáljatok a cseten, akkor azt nekem se kéne megtennem. Szerintem, mert, mert így fel. Ez, ez tudod, tudod amikor, 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 azt mondtam, hogy, hogy ugorjunk vissza arra az időszakra, amikor befejeztem a streamelést akkor én, én, én pontosan tudom, az összes mondatra, szóra emlékszem, amit ott, ö, ö, ott beszéltünk, mert az úgy, úgy belé éget majdnem, hogy, és én és, és, és azt mondtam nektek, hogy és ez, ez, ez nem, nem csak egy ilyen hangzatos ö, ö, rizsamizsa, hogy, hogy, hogy ez a közösség nem az enyém, hanem a tiétek, mert igazából, hogy mondjam, tehát attól még ti vagytok, hogyha én mondjuk nem streamelek, érted? Tehát alapvetően ö, nélkületek, meg én hiába csinálnám a szarjaimat, hogyha itt nem néznétek. Tehát, hogy, hogy, tehát itt ez az összefüggés. Tehát én, én szerintem ö, ilyen dolgokba konzekvensnek kell lenni, és azt, a, azt kell mondani, hogy ha nektek nem lehet a cseten, akkor nekem se. Mert, a, mert, 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 hogy várhatnám el azt, hogy ne beszéljél valamiről a cseten, hogyha én egy egész adást ö, ö, szentelek, mitől egy ilyen témának? Érted, hogy mit mondok. Na jó, de mindegy, tovább olvasom. Nem azt ö, hogy egy politikai töltető streamet fogsz nyomni, mm, hanem az elmúlt időszak egy érdekes beruházását kifiguráznál. Szerintem, ha nem ö, vagy nyakkedve skandálva csinálod, öö, csak a legelvakultabbak öö, látnák be. Na, öö, na igen, a legelvakultabbak. Tehát ö, Tejka, tökre egyetértek veled amúgy. Tökre egyetértek veled ebben a részében, mert, mert mert csak az a baj, tudod, hogy hogy hajlamos az ember úgy gondolkodni, hogy hogy nem figyelembe venni pont azokat, akiket írtál, hogy a, 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 az elvakult hülyéket. És, és nem gondolni abba bele, hogy 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 nem mindenkinél működnek, hát most nem akarom azt mondani, hogy normálisan a dolgok fejbe, mert ez hülyeség lenne, mert ugye nyilván mindenki máshogy működik, ezt ugye tiszteletbe tartjuk, stb., de de, de arra, hogy, 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 hogy bármelyik olyan, aki, aki mondjuk hevesebben reagál az ilyen dolgokra, csinálja a fesztivált, arra nincsen szükség. Érted? Ennyire egyszerű az egész. Szerintem. Az biztos, az biztos, Csigusz, azzal aztán előre lennénk. <laughs> Fly, én azt gondolom, hogy, hogy minden olyan dolog, ami, ami, ami változás egy, egy az értékrendekkel kapcsolatban, politikával kapcsolatban, hozzáállással kapcsolatban, bár, bármivel kapcsolatban, ami mondjuk adott esetben egy, 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 komoly társadalmi változás, így, így világszerte, az is a négy fal között kezdődik, vagy a kocsmában, ahol megiszod a haveroddal a sört, és beszélgetsz vele valamiről. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy, hogy tehát tehát ö, olyan nincsen, hogy na most akkor összegyűlünk millióan, és akkor most majd meghatározzuk azt, hogy na majd akkor most majd hogy lesz innen kezdve. Tehát ez, 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 ez nem így működik. Hanem, hanem úgy működik, hogy mondjuk tegyük fel mondjuk egy eszme, vagy egy mondhatnék bármit, ö, egy, 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 ö, egy embernek a fejében mondjuk megfogalmazódik, és akkor elmondja egy másiknak, akkor közösen ötletelnek, és akkor egy harmadiknak, egy negyediknek, és akkor így tudod, így szépen, szépen lassan. Tehát hogy ez nem, nem, ö, na, nem úgy működik, hogy tényleg összegyűlünk 40 millióan, és akkor majd ö, meghatározzuk, hogy merre fog menni a világ. E, ezt gondolom erről. Inkább ebbe az egészben az az egyik legszomorúbb, hogy, hogy például volt olyan is, hogy, hogy csak azért, mert mondjuk valakinek volt egy ilyen vagy olyan megnyilvánulása, mondjuk elesett egy elég erőteljes szponzorációs díltől. Például. Na, és ez nem velem történt, tehát ezt az, ez itt tegyük hozzá. Ez mondjuk, ez, ez mondjuk szerintem a szerencsétlen része a dolognak. Vagy hát inkább úgy, mon úgy mondom, hogy a, hát sajnálatos, vagy nem is tudom, nem is tudom hogy mit mondjak erre, de, de, na. Tehát a vélemény különbség miatt, na, hogy mondjam, attól függetlenül még mehetne egy ilyen megállapodás. Tehát senki nem vesztene vele. De mindegy, hát ilyen is volt, ilyen ilyenről is adtak írt. Geri, köszönöm szépen az ötödik hónapot, nagyon szépen köszönöm, már majdnem elfelejtettem megköszönni, de nem vagyok izé sudri bunkó, úgyhogy köszönöm szépen nagyon az ötödik hónapot. Köszi, köszi. Uh, Flyers plusz még uh, egy gondolat régen, a politika magas szinti kultúrát uh, képzett most, uh, meg egy még ödör. Hát uh, igen, ez a mindig van lejjebb című uh, dolog, és ez, ez, az utóbbi 15 évben, ez, e, ebben egyetértek, hogy ez a alatt van ez a dolog. De mindegy, ez, ez ez megint csak nem az én dolgom. De azért ö, tényleg olykor-olykor hall egy-egy olyan mondatot ö, ö, az ember, ami nem oda való volna. Tehát mondjuk egy országházba. Na, és akkor itt le is ö, dugozhatjuk ezt a témát. Ö, ö, ö... Tehát én emlékszem arra, amikor gyerekkoromban mentek az országgyűlési közvetítések, és, ö, 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 és bizonyos emberek reagáltak bizonyos emberekre és, vagy azoknak a mondandójára, és ezt tették a lehető legkulturáltabb módon. Na most ez nem mindig van. Manapság már így. <coughs> Na. És akkor ezt most ledugózzuk ezt a témát. Jó? Legyen így. <coughs> valami sokkal szebb dologra, valami, valami cukibb dologra menjünk tovább, vagy nem tudom. Mi lehetne az? Ja, szóval tök jó lenne, hogyha, hogyha találnék egy olyan, egy olyan, játékot, ami engem is érdekel, és, és, és titeket is, de ez milyen jó hangzó. Ja Istenem, gondold már végig, te barom, hogy mit beszélsz meg, hogy mit mondasz. Mondom ezt magamnak. Pubi, nagyon szépen köszönöm a 17. hónapot. Annyit akartam ezzel az egész dologgal mondani, hogy... Azt tudom, azt tudom, Mr. Gabber, csak az a baj tudod, hogy, és, és ezt mondtam a Marta is Deadnél is, hogy, hogy adjunk hálát az égnek, hogy vannak indi kiadók, amik hozzá mernek nyúlni ilyen témákhoz. Tehát ahol nem csak az a lényeg, hogy, hogy mennyiért lehet majd a következő DLC-t eladni, meg, meg meg befektetők és öltönyös úri emberek határozzák meg azt, hogy egy játék hogyan és miként nézzen ki, meg milyen legyen a mechanizmus, hmm, hanem, hanem, vannak kisebb kiadók, akik mondjuk nekiállnak egy ilyen témának, és e ezeket én is vadászom. Vadászom, csak tudod, ami kijön 820 millió FPS, ami fos, meg, meg ami semmiről nem szól, addig, addig kijön egy darab olyan, mint a Marta Is Dead, vagy a Town of Light, vagy a, a a What Remains of Edith Finch, vagy a Vanishing of Ethan Carter, vagy. Na, szó, szóval érted? Tehát ez a bajom. Ez a bajom, hogy, 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 hogy szarok a játékok nagy részt. És ezt ti nagyon jól érzitek, hát nem, va nem, nem, nem vagytok ti hülyék, látjátok azt, hogy, hogy milyen ö, játékok jönnek ki. Ö, van közöttük jó pár jó, és azokat mind játszottam az utóbbi időben, szinte, szinte, majdnem, hogy. Ö, jó nyilván nem mindet de, de 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 viszonylag kevés az a játék ami úgy a tökénél kapja el az embert mint például a Detroit Become Human vagy a, a, a mit tudom én most melyik a Beyond Two Souls igen hát és o, o, és, hát, és hát viszonylag kevés olyan olyan játék jön ki így, mint a Badur's Gate 3 is ami viszont, hát elég nagyot megy, srácok. Nem tudom, hogy így néztétek-e így a cikkeket. Így az utóbbi időben, hogy így konkrétan. Hát itt nagyon valószínű, hogy 2023 legjobb játéka lesz. Jó, ott van még a Starfield, tehát sok minden történhet, de, de, de szerintem. Hát föl, 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 föl kell kötni a gatyázt. ezt. Na Tejka, a de, de Discordra írtad? Mert akkor azokat valószínűleg láttam már. Ha Discordra írtad, akkor, akkor biztos, hogy ö, a Last Day of t azt játszottam már. Hát ugye, yeah, várj, hát erről pont tegnap beszéltünk. Vagy mire gondolsz? Várjuk meg a Gamescom-ot? Vagy, vagy, Gamescom Hát várjuk. Vár, meg, megvárjuk. Ja, hát igen, az elemvék is, igen, de mm, az elemvék az, az, hát most nem azért mondom, szerintem, szerintem nem fog akkor átmenni, mint a Baldur's, vagy igen, azt gondoljátok? Nem tudom. Mind a kettőt, más, tehát félrejét és ne essi. De várjál, várjál, tejka, Ghost Runner uh, Super Nem, egyiket se. Egyiket se. Nem próbáltam még. De tudom, hogy melyik játékokról van szó nyilván. Nézd, nyilván, nyilván összehasonlítani egy Alon in the meg egy lmv meg egy Baldur's nem lehet, ez egészen biztos, de az biztos, hogy valami, valami olyan történt a, a, a BG3-mal kapcsolatban, ami egy ami egy, ami egy, ami, egy, új szint. Tehát lehetnek azok jók, jó, lehet, hogy az is egy új szint lesz, most ezt nem tudom, fogalmam nincsen, de, de, de itt egy nagyon-nagyon durva mérf mérföldkövet sikerült megugrani a BG3-nak a, 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 videójátékiparban. Tehát ö, ö, Hát én ezen, ezen, ezen röhögtem, hogy, hogy a, a többi fejlesztő az kétségbe van esve, hogy majd ez lesz a mérce. Tehát, tudjátok, ismeritek ezeket a híreket, amik szóltak itt az utóbbi időben erről? Hát ez nevetséges. Hát örüljenek neki, hogy vannak ilyen jó dolgok. Tessék egy kicsikét összeszedni magunkat, és akkor csinálni jobbat. Na, hát értitek, ez, ez... Ez ilyen, ö, nem tudom, ez, ez egy ilyen tök hülye mentalitás, hogy, hogy, ö, hogy ö, mit tudom én, egy, 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 egy kiadó egy nagyot gurít, és akkor én egy másik kiadó vagyok, egy szerényebb termékkel, és akkor én azt mondom, hogy, hogy hát azért, azért ennyire ne legyen már jó az a játék. Hát ez milyen, milyen hülye egy hozzáállás, nem? Hát ö, megmondom őszintén, hogyha, hogyha ö, hogy, hogyha én ebben a helyzetben lennék, az lenne az első dolgom, hogy most végig játszom azt a játékot, és és tanulok belőle, basszus. Hogy majd a következő játékom, amit majd életre hívok, az jobb legyen, hogy tanuljak a, 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 abból a. Abból a játékból. Ha hát nem? De most komolyan, nem, nem ez lenne a jó hozzáállás. Én értem, hogy az emberek hülyék, meg irigyek, meg mit tudom én, meg, meg nem akarnak dolgozni, meg, meg, meg mit tudom én. Tehát ezzel tisztában vagyok. Attól függetlenül szerintem ez, ez így hosszú távon, ez a hozzáállás sokkal inkább sikerre vezető. Megmondom őszintén, amire én nagyon vágyok, hogy, hogy érkezzen játék. Hát sajnos nem régiben mondták, hogy nem fog már jönni ilyen játék. Köszönjük A Az American Megis Elis. Tehát az Elis Univerzumhoz hasonló játékot szeretnék, megmondom őszintén. Tehát mint az American Megis Elis. Vagy, a, vagy az elésznek a második része. És ugye volt itt valami kavarás, hogy az IE nem engedi eladni a jogokat, de készen van már a forgatókönyv, de az IE nem csinálja meg, mert nem lesz siker, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát ö, őszintén szólva, na, hogy mondjam, egy kicsikét így ö, lelombozott, amikor ezt így meghallottam, mert nekem, nekem, nekem kedvenc játékaim voltak. Tehát én, én nagyon szerettem, mert hát emlékeztek, én valamikor pár évvel ezelőtt streamben végig is játszottam mind a kettőt. Pedig akkor már nem volt újdonság a játék. Csak annyira szerettem. Mi az alapkoncepciója a játéknak? Hát fly, be, beírod és látni fogod. Amerikan, megisz, Elis. Hát egy ilyen, egy ilyen sötét kalandjáték tulajdonképpen. Persze, hogy ismerem az orit. Meg is van az Ori. Hát még streameltem is, ne viccelj, Ginger. Persze. Jó, mondjuk azt hiszem, hogy egy-két stream ö, volt belőle, de aztán, aztán többet nagyon nem foglalkoztunk az orival, mert hát most ezt nyilván végig lehet vinni viszonylag gyorsan. Egy kiadó nem akarja két 300 ember négy éves munkáját rááldozni egy játékra, sajnos. Ö, jó, ö, ott azért ö, ott azért adott volt a lehetőség olyan szempontból, hogy ö, olyan lendületet kapott a mert Ugye alapvetően az szokott lenni, hogy egy játék fejlesztési költségét, meg a promót, meg a mindent, tehát amibe kerül, úgymond, ö, azt, ö, azt ö, általában. Ö, az alapjáték, amit eladnak, plusz még a DLC-k teszik ki. Tehát magyarul sokszor az a helyzet, hogy akkor vannak nullán, amikor mindenki megvette már a játékot, és akkor utána az az egy-két DLC, amit kipattintanak hozzá, na az, ö, az ö, annak az eredménye eredményeképpen lesz mondjuk pluszos egy játék. Tehát, ö, ja, semmi, semmi gond, Ginger, nem mindenki ugyanakkor kapcsolódik idebe. Meg hát hány éve volt az már. Ö, szóval. Mit akarok mondani, tehát ö, sok esetben ez a helyzet a Baldur's Gate nem ez volt a helyzet. A Baldur's Gate-nél még meg se jelent a játék, már megvolt az a pénz bőven, ö, ami az egész és a komplet fejlesztési költséget fedezte. Tehát nem véletlenül tudtak még utána belepakolni egy csomó mindent. Hát erről cikkeztek egy csomót, hát biztos, hogy olvastátok. Azt írja terke, hogy most már mindenki a nagy közönségnek akar játékot fejleszteni, tisztelt a kivételnek, ezért jelentősen leegyszerűsödtek a játékok fősodorban. Az, hogy a BG3 ekkorát megy, egy csoda, vagy egy jel arra, hogy a játékos társadalom szeretne valóban mély játékmechanikákkal megtámogatott, igazi történetet elmesélő játékokkal játszani. Igen, mert én azt gondolom, hogy erre az igény, ez megvan. Tehát most gondolj, gondolj abba bele, hogy, hogy jó, ne, nem egy jó példa, nem egy jó példa, de ö, egy Skyrim mekkorát tudott menni? Pedig ha belegondoltok, ez a történetmesélős, rpg és bizonyos harcrendszer szerint működő ö, játékok azért, azért nincsenek annyira bent a fősodorban, mint mondjuk egy kód, vagy mit tudom én vagy egy Overwatch, vagy egy Fortnite, vagy egy, na, soroljam még? Szóval tehát egy egyszerű mechanika, egy jó art style, jó zenével, így elmegy. Tudod, ez ugyanaz, mint a vígjátékok, hogy megnézed, az jó szórakozol egy darabig, aztán utána kimész a moziból. Uh, és, és vannak azok a játékok, mint a Baldur's Gate, amik meg olyanok, mint a, 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 a Képex, a belső bolygó, hogy úgy mész ki utána a moziból, hogy így egy hétig még gondolkozol azon, hogy hogy úristen, ez a film. Tehát ez, ez tetten érhető, tehát a mi mondani való, meg a... a, a is dolgok, amik ilyen instant gyorsan lepörgő akármik, azok, az, azok megvannak ezen a téren is. Hát igen, Fly. Én ezt a mai napig szeretem ezt a filmet újra nézni, sőt megkockáztatom, hogy a kedvenc filmem amúgy. Tényleg, a képek szava első bolygó. És még mielőtt elkezdene bárki fújolni, Kevin spacey felmentette a bíróság hivatalosan is. Jaj, bocsánat, nem idevágó téma, de gyorsan le kell írnom, mert elfelejtem. A fogadóra témájához kapcsolódóan lenne egy óvónéni, akit ha szeretnéd, be lehetne vonni, viszont ő holnap nem ér rá. Vevő lennél esetleg egy kicsit podcastes beszélgetésben vele? Akkor beszélnék vele. Wow! Hűha. Erre most nem fog neked választ adni, Ginger, az egészen biztos, de, de megindult most így a, 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 a kobakomba a gondolat, hogy mikről lehetne vele beszélni. Ö, időt szeretnék kérni ezzel kapcsolatba, méghozzá azért, mert ö, ha, már, ha már egy szakmabeli, ha már egy szakmabelivel tudnék beszélgetni erről a kérdésről, akkor akkor lehet, hogy nem csak azt a témát érintenénk, amit te mondtál, és, ö, és lehet, hogy egyéb dolgokról is beszélnék vele szívesen. De tényleg annyira jó, fi, figyelj, én ilyeneket tökre szívesen csinálnék, ö, ö, de de de, de nem, ne, nem csak az ezen a pályán dolgozókkal. Tehát, hogyha mit tudom én. Tegyük fel, jön, most beszélgettünk a hifikről, -fi, hi meg az audiótechnikáról, meg stúdiótechnikáról, meg egy csomó ilyen dologról. Ha például, ha például ilyes valaki jönne, aki értehez, és azt mondja, hogy na ő, 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 ő tudja, hogy mi merre hány méter, akkor, akkor vele nagyon szívesen beszélnék. Vagy játékipari fejlesztővel, vagy, vagy mit tudom én, nem tudom. Tehát egy, egy csomó ilyen... Ö, dolog szóba jöhetne. Például azóta is próbálom elérni szegény, mert nem akarom kimondani a nevét, de van egy cimborám, aki támogató mesterlövész, és rengeteg külszolgálaton vett részt már. Nevezzük az egyszerűség kedvéért Norbinak. Jó? és őt próbálom elérni, szerintem most is külszolgálatom van valahol, de vele is ö, akarok csinálni egy ilyen beszélgetést, csak még egyelőre nem érem el. Szerintem tuti fix, hogy külföldön van, vagy vagy, vagy, vagy ilyesmi. Ö, én is, én is, Ginger, csak csak az, az lenne igazából ö, a jó, hogyha... hogyha ö... Na, figyeljetek, hadd kérdezzek valamint. Itt, akik most itt vannak, Kimihezért. ért? Írja be. Amiben, amiben úgy gondolja, hogy az ő, ő, ő véleménye az, 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 nem is a, a, a nem is a, a szakma csúcsa feltétlen, de, de ahhoz ő ért. Az igen cool ez. Az igen. Aha. Próbálok olyan, olyan, olyan szakmákat keresni, ami, ami, amikhez kapcsolódik valamiféle társadalmi kérdés például. Tehát nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok, de na, az például, Ertlossz amit például beírt, az, az, szerintem, az szerintem egy tökre érdekes kérdés lehet, és és például valakivel, aki mondjuk jó ideje dolgozik ezen a területen, nagyon szívesen beszélgetnék. Igen, igen valószínűleg így a fényforgácsolásról ö, ö, kevesebbet tudnék ö, szerintem mm, dumcsizni, az úgy valószínű. Hát az volt a kérdés, Mobál, hogy, hogy ki mihez ért itt a cseten. Na, szóval mm, igen, én az ilyen beszélgetésekre ö, abszolút mihez értsek? <laughs> abszolút nyitott lennék, és, és tökre érdekelne, mert amúgy Alapvetően ilyen vagyok így a magánéletben, hogyha valaki mondjuk valakivel mondjuk összehoz a, 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 az élet, mondjuk egy bogrács mellett, vagy valami baráti társaságba keveredek, és akkor ott kiderül, hogy az illető mit tudom én, mivel foglalkozik, akkor én arra tök szívesen hallgatok, meg, meg kérdezek, meg így, így bele, beleásom magam. Mm, amennyire ugye az illető engedi így verbális jelleggel, tehát, hogy így. Ö, ezek a dolgok engem tökre érdekelnek, hogy, hogy, hogy mit csinál, hogy csinálja, miért úgy csinálja, stb. Na, hát pontosan, pontosan, na, pontosan ez a része érdekelne a meg, 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 meg úgy egyáltalán. Hogy milyen terepen, Mit csinálnak, és a többi, milyen, milyen olyan foglalkozások vannak, amik, amikben segítséget tudnak nyújtani Magyarországon a szociális háló. Tehát azért volnának kérdéseim, meg volna hát nyilván olyan kérdéseim is, amire úgy általában, így tudom a választ, csak körbe szeretném járni. Na, ez, ez egy érdekes dolog. Etlaszod, figyelj, írjál már rám légy szíves Discordon, jó? Léci. Jó, hogy el ne felejtsem, mert aztán ma még akármi is történhet meg egyáltalán, úgyhogy, úgyhogy ö, írjál rám, please. Csak így, így ö, nem, nem biztos, hogy ez a beszélgetés meg fog történni, tehát hogy, hogy ö, ez nem száz százalék, ez, ez inkább tőled függ, ö, meg, meg, nyilván mit te volnának kérdései, meg, 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 ö, meg ilyesmi. Jó, de ne, 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 vegyük ezt készpénznek, azt, azt azért szeretném kérni, de, de, de de így a téma szerintem szerintem nem lenne rossz, és most eszembe is jutott egy, egy ismerősöm, akivel lehetne mondjuk ilyen kérdésekben csinálni egy podcastet. Ő, ő őről a tudom, hogy, hogy mert téged még annyira nem ismerlek, Ertlosszor, tehát félre ne ésd, de őről a tudom, hogy ő nagyon régóta dolgozik ebben a dologban, és azt is tudom, hogy, hogy miket csinált eddig. Na, ez, nem, ez, ez, ez lehet, hogy ezt meg kéne csinálni, ezt a beszélgetést. Na mindegy, gondolkozom, gondolkozom ezen a dolgon, de ír írjál rám, légy szíves, jó? Mert volna egy-két kérdésem. És ne aggódjál, ha azt írja ki a Discord, hogy nem lehet velem felvenni a kapcsolatot. Bár ez egy válasz volt a részedről, Gyrosz Gingernek, de attól függetlenül engem is azért érdekel az, az, hogyha valaki mondjuk így beavat abba, hogy ő mit csinál, meg hogyan, ami tisz, hogy, hogy ezáltal én is fejlődök, hogy, hogy, hogy kicsit rá. Ö, Ö, rálátni valami olyasmi dologra, amihez ö, nekem kvázi semmi közöm, vagy, 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 nem tudom magam elképzelni annak a munkakörnek a, a betöltésébe. Tehát, hogy, hogy, így egy picit úgy, 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 belehelyezkedhetsz így a másik ember ö, cipőjébe, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Szávasz Nevron, hello, hello folyamatfejlesztő mérnök vagyok, nincs itt semmi látni, való kérem azt, írja Gábor. A lényeg, hogy szeresd. Hú, a vendéglátásról lehet, hogy lesz szó most így a hétvégén, amúgy fly, így érintőlegesen. Mert ugye holnap reggel is beszélgetős 9 órakor, meg vasárnap reggel is 9 órakor beszélgetős, úgyhogy. Hát nem tudom, hogy én, 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 ma, én ma miért beszélgettem? Ma miért, ma, ma miért beszélgettem veletek? Már megint. Húha, holnap is, meg holnap után is. Gyerekek, hétfőre nem lesz hangom. Ez egészen biztos. Tudjátok, az a... Ja, fú, igen, én, én is, én, igen. Hoztok témát, Fly? Discordon hozzatok témát. Discordon hozzatok témát. Ott, ott van a fórumban vagy fogadóra téma Ott hozzatok témát. El is indíthattad volna az évjátékát? Hát végül is el, el, elindíthattam volna a bg 3 jelenleg alumínium dolgoz, és sokkal több előhöz jutottam, és most megértem. Na, tök jó. De Girosz nem azt írtad, hogy nőgyógyász vagy? Vagy ezt kiírta? Melyik volt a nőgyógyász? Álljon fel! Ki volt a nőgyógyász? De te írtad, Girosz. Akkor most mit jö mi mit jössz az alumíniumiparral? Tehát mi, mi alumínium elemeket gyártasz, és akkor mit te délután meg nőgyógyász vagy? Délelőtt az alumínium elemek érnek rá, délután meg a nők, vagy hogy van ez? Nem is értem. Vagy ilyen multitalentom? Valószínűleg. Otthon praktizál. Alumínium dolgokat hegeszt közben, meg nőgyógyászkodik. Vagy hogy mondják ezt? Ja, igen, két lábon kell állni, igen. Ja lehet, hogy... Ja, lehet, hogy csak hobbiból. Ja. Na mindegy. Nekem ez nem esett le. Na mindegy. Lendüljünk ezen túl. Egyszer ki fogom nyomni a szememet ezzel a kulacsa, már látom előre. Múltkori adásban is megijesztett. Arról egy gyönyörű klip is készült, de, de egyszer tényleg ki fogom nyomni a szememet ezzel a kulacsa. Viszont aminek nagyon örülök, hogy nem ment el az áram. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy jók vagyunk. <laughs> Istenem. Még ez is, milyen durva, és ezen gondolkoztam, hogy, hogy így elmegy az áram, és utána egy hirtelen. Nem, nem olvad ki a fagyi hála az égnek. Nem. Ö, ezen is gondolkoztam, hogy elmegy érted az áram, és konkrétan az összes olyan tevékenységem, amit úgy igazán szeretek, ö, a, a, hát így az olvasás kivételével, de minden van lőve. Minden. Már mindennek elment az ára. Legalább neked nem. Hát... Ja, érdekes. igen, tehát a téma határozza meg valószínűleg, és hogyha, és hogyha elkezdek hosszasan hallgatni, akkor csökken az erősség, Vagy ezt így hogy kell elképzelni? Vagy, vagy kevésbé dolgoznak a biciklin az emberek? Lenne pincébe, vagy nem tudom. Fene tudja. Na, Mit akartam mondani? Basszus, 8 óra lesz mindjárt. Jézus. Ja, <laughs> igen, Ricsi, igen. A csoda néző. Hát, na igen, vagy hogyha hallgatok és csak nézek, akkor legalább legyek olyan, mint Brákó. Ez igaz. Aki esetleg nem tudná nézésével gyógyít. Csak mondom. Ne nekem mondjad, Fly a közös képviselőnek. A közös képviselő tehet mindenről. Hát az lehet, hogy olvasni se tudok, hogyha sötét van, csak ö, va, volt még azt hiszem 50% a telefonomon. Tehát úgy, úgy értve, hogy lehetett volna használni, mint lehetőséget. Meg van itt lámpám. Mert édesapám lámpamániás, azt nem tudom, hogy esetleg meséltem-e már. Tehát ahol ő van, a világ bármely pontján van, ott, de bárhol, ott legalább öt lámpa az biztos, hogy elérhető. Csak mondom. Nem tudom, van ilyen ismerősötök, hogy hogy így rá van gyógyulva valami dologra? Tehát, hogy ő például a lámpák nagy megszállottja, és van ilyen is, van olyan is, amelyik így áll, ilyen fényerő, olyan fényerő ledes, nem ledes, ö, nagy teljesítményű, kisebb teljesítményű zsebedbe elfér, fejedre rakhatod, ö, tehát hogy minden van. Tehát kézzel hajtható, ha esetleg mindenből kifogy a, 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 a nafta. Tehát ö, minden van neki. Minden is. Len, amikor leszoktam menni a, a, a kikötőben nyaranta, akkor ö, csak a hajón legalább egy a 6-7 lámpa elérhető, csak mondom. Tehát azon, azon túlmenően, ami a hajóra amúgy is fel van szerelve, azon túlmenően legalább egy a 6-7 lámpát biztos, hogy találok bármelyik fiókban egyet, ö, vagy itt, ott, Ez, az Ez tuti fix. Van, van, ilyen ismerősötök, hogy így egy bizonyos tárgyból 820 millió féle van neki. Tehát ilyen, ilyen ismerősötök biztos, hogy van. Én tavaly a kemping cuccokra gyógyultam rá, de nagyon durva. Egy időben én a túra voltam rágyógyulva, aztán megvettem mindent, ami kell, és utána pedig meguntam a túrázást. Valószínűleg összefüggött a kettő dolog. Mindig az volt az érdekes a túrázásban, hogy most azt bevetjük azt az eszközt, amit újonnan vásároltam. Legyen az egy ilyen kulacs érted, amit bele lehet rakni a, a táskádba, és akkor egy kis csutorával jön előre fele. Hát bizony. Na, azt mondja, hogy miket írtatok? A fiam van minden mindenre, amit szét lehet szerelni. Ó, figyelj, ginger, még lehet belőle normális ember, vagy ö, ö, hát, ö, hát nem tudom mennyire jó referencia, vagy olyan, mint én, mert ö, én gyerekkoromban ilyen voltam, és a nagymamám rontópálnak hívott, mert minden egyes zseblámpáját, meg minden olyan dolgot, amit szét lehetett szedni, mindent szedtem, elrontottam, vagy nem tudtam összeszerelni, vagy össze tudtam szerelni, az utóbbi volt a kevesebb, de meg kellett nézni, hogy hogyan működik. Hála az égnek az emberekkel, meg az állatokkal nem így voltam gyerekkoromban, de attól függetlenül a lámpákat, meg mindenféle ilyen használati tárgyat, ami, ami nem jelentett akkora a veszélyt az életemre nézve, tehát mondjuk egy tévékészüléket nem szereltem szét, de egy, egy zseblámpát úgy szétkaptam, mint tömény az egeret. Aksis, ledes asztali lámpát én is imádom, amikor elmegy az árameste este a mászkálok. Hát igen, 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 igen. És, és ugye, ö, Faternak vettem karácsonyra egyszer egy, egy, egy ö, tudjátok, ez a, ez a, ami rendszeresítve van az amcsiknál, a rendőröknél, ezek a meglight lámpák, tudod, ekkor ekkora hatalmas izé nyele van. Tehát az az még úgy hókon is lehet ide izé baszarintani valakit, ja, bocsánat, szóval, hogy hókon is lehet vágni valakit, hogyha, hogyha éppen úgy jön meg a kedv. Ö, mondta nekem, ez nagyon jó az nagyon jó. Mondom, mire használod, mert ugye mindegyiknek megvan a maga funkciója. Amikor megyek ki hajóval, és köd van, meg sötét, meg este, gyönyörű szépen lehet előre fele világítani. <laughs> Hatalmas, te megtalálta a funkcióját, megtalálta abszolút. Én még nem találtam meg konyhai cuccokból, Ö, van minden már, most az órák vannak a porondon de nem milliós tételben, például a Casio Retroból már van három, ö, egy arany, az a best. Hát az nagyon pimpes, az, az így igaz. Mondjuk nekem, nekem annyira nem jön be, de, de, de valaki jól áll. Tehát rajtam szerintem rohadtul ergyám mutatna. Nekem van egy órám, tényleg basszus, mikor, mikor mehetek már az órámért? Már vagy nem tudom hány hete. Már vagy nem tudom hány hete ott van az órásnál. Hát föl fogom őket hívni. Azt mondták, hogy augusztus vége. Hát most már augusztus vége van. Mondták ezt kb. A három hét után, hogy augusztus végén lehet érte jönni. Na mindegy, nem tudom. Hát biztos, bitumen, biztos ezzel voltál elfoglalva. <laughs> ja, jó, ja, közepe van, jogos, jogos. Ja, valószínűleg 31 lesz belőle. Jöhetnék egyszer geretsre túrára? Nem Mordonka? Hát mondom én, hát nem, 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 ö, nem, nem. Ö, volt egy idő, amikor én ö, nagyon sokszor kellett, hogy túrázni menjek. Ö, bizonyos mértékig én is akartam. Hát egy nagyon-nagyon alacsony mértéket ö, ö, képzeljünk most el, ö, de ö, másrésztről megvittek. vittek. Tehát inkább így mondom. És, és, a lényeg az, hogy, hogy, hogy én ott szerintem egy egész életemre kitúráztam magamat, és, 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 mindent megéltem, amit megszerettem volna így a túrázással kapcsolatban. Mindent. Sőt, még, még annál egy kicsikét többet is. Nem, ne, ö, nem tényleg, tényleg, most azért ne vitassuk el, ö, gyönyörű szép helyeket láttam, meg, meg ö, tök jó az, és ez tényleg valamilyen szinten motivált, hogy jó felszereléssel túrázni, mert, mert ö, Ja, persze, lehet, lehet csak úgy simán lazán egy hátizsákkal, kajával, meg mit tudom én elindulni a vakvilágnak, de ez tök jó, amikor, amikor megvannak tényleg az eszközeit hozzá, és akkor egy kicsikét érdekesebb terepeket is tudsz választani, mint ami úgy, úgy nagy általánosságban egy, egy megszokott túraútvonal. Tehát tehát konkrétan tudtad azt, hogy bármerre mehetsz, nem lesz olyan, olyan terep, ami, 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 iszonyatosan durva, vagy nem megfelelően öltöztél hozzá, vagy nincsenek meg az eszközeid. Akkor se lett volna szerintem gond, hogyha mit tudom én, kint maradunk a, természetben természetbe egy olyan két napig. Tehát ugye nagy valószínűséggel túléltük volna. Tehát így, így tök jó lett volna. Mondjuk a jetpack, hát ezt mindenképpen vigyetek a túrázáshoz. Nekem is volt a zsebemben egy. Nem, de tényleg meg akartam kérdezni a típusát, de amíg nem látom rajta, nem kérdem. Írjál rám, és megírom neked. Mondjuk egy suttogó üzenet formájában, és akkor és akkor ö, ö, megírom. Jó? Nagyon szeretem amúgy az órákat. Az is egy ilyen hosszú kutatómunka volt, azt kiválasztani. Milyen legyen az óra szerkezet, stb. Ja, és abból a gépből is kivett két darabot, amit tőled vettem. De, de, de milyen gép vagy, 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 vagy. Vagy mi van? Milyen gép? De mi, mire írod ez, Ginger? Hát, az életével kísérted Ja, 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 ugye, gyerkőt! kivett, kivett belőle dolgokat? huha az mondjuk, az mondjuk veszélyes, nem? Nem tudom, Just dance -eljek? Nem. Nem. De miért, miért Rolexet? Miért, de, de Bifly, miért Rolexet? Ne Rolexet vegyél, könyörgöm. Ne Rolexet vegyetek. nem, nem szabad, nem. Van, de ez csak az én hülyeségem. Ne Rolexet vegyetek. Vannak jóval olcsóbb, szebb, jobb órák. Bocsánat, hogy ezt mondom, de vannak. Hű. Jézus Máriám, Ginger. Hú, igen. Cepelin órák gyönyörű szépek. Van van egy csomó nagyon jól kinéző rőmer. Vagy hogyha már tényleg flancolni akarsz, akkor nézzél meg egy Omegát. szájkók között is lehet találni olyat, ami, ami, ami nagyon szép. Ö, abszolút. Na, szóval nem tudom. Én, az biztos, hogyha itt hegyekben állna a pénz, sem vennék magamnak Rolex órát. Nem vennék magamnak Rolex-ot, nincs is szükségem rá. Tehát igazából, megmondom őszintén, zavarna az, hogyha valakinek ez mondjuk feltűnik, hogy Rolex órán van, hogy azt gondolná, hogy én flancolok, vagy, ne, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Nem. Nem, nem. Ö, jóval szerényebb áron lehet venni olyan gyönyörű és ízléses órákat és jó órákat, amik, amik ö, nem tudom, nekem megmondom őszintén, ö, hogyha már ez így fölvetődött, így a Rolex órák, hogy nekem nekem nem ö, jön be, ö, eleve a dizájn. Ilyen, kicsit ilyen durungok, ilyen ö, olyan bumfordiak és ö, nem, 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 nem. nem, nem, nem. Ö, így eleve az óra tok ilyen, ilyen hatalmas, és, és tehát én jobban szeretem az ilyen klasszikusabb, finomabb, légiesebb darabokat, mint az ilyen nagy durung, valakit ezért fejbe vágsz vele, azt ott marad. Hát nem, nem. Jó, tudom, túlzok, de azért akkor is. Igen, igen és mondjuk 150 ér lehet kapni olyan römer, olyan, olyan cepelint, olyan mit akár, mint most mondhatnék, ami, ami valószínűleg az egész életed során ki fog szolgálni téged, és egy gyönyörű szép óra. Na mindegy, ez, ez, de ez csak egy ilyen magánvélemény, tehát mindenkinek más jön be. Gyerek szerencsére olvasolható volt, és most már átlépett a vicces a sztorizgatásokra alkalmas fokozatban, de akkor ott... Hát igen, 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 rettetesen kellemetlen tud lenni, amikor elfüstöl a gép amiatt, mert játszott. amúgy tényleg, tényleg, van az az életkor, amikor iszonyatosan vigyázni kell, hogy, hogy mit hagysz elől, meg, meg hova engeded oda, meg mit tudom én, és, és hát ugye tudjuk nagyon jól, milyen drágák ezek a cuccok, főleg számítógép komponensek, és a többi, és a többi, és a többi, és nagyon-nagyon könnyen. Nagyon-nagyon könnyen kényszerülhet az ember arra, hogy újat kell vásárolni belőle, de hát nyilván <coughs> figyelni kell, ügyesen kell ezt, ezt a dolgot kezelni, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Vagy legalábbis ott lenni, amikor, amikor elkezd ezt azt csinálni. No. Oké. Okay. <coughs> Most azon gondolkozom, hogy recsitent klán kezdjünk, vagy, 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 mi, mit csináljunk? Mit csináljunk? Mi legyen? Nagyon szögel itt a háttérbe, a nem tudom micsoda, de nagyon jó teszi. Szigeteletlen kábelek, nyomor, ö, volt egy ilyen időszak gyerekkorban, a konnektor leolvat, ö, Need for Speed, Most van közben a falról. Ú, basszus. Igen, mert az a baj, tudod, hogy, hogy, ö, hogy ö, bizonyos házak itt Pécsen is ö, még abban az időszakban épültek, amikor egy háztartásban volt mondjuk egy hajszárító, meg egy, ö, egy, ö, egy televízió érted, mint elektromos eszköz. Meg még egy-két apró dolog ilyen alacsony fogyasztással, és ezek az alumínium kábelek, amiket belecsaptak a panelba, ezek, ezek a nagyobb teljesítményű cuccoknak köszönhetően, mit tudom én, benne van a gépedbe egy 900 wattos táp, vagy egy 1000 wattos, vagy egy 800 wattos, meg mellette megy még a TV, a hűtő, meg porszívóznak mellette és a többi, és a többi, és a többi, és akkor ez itt szépen összeadódik, és akkor ennek köszönhetően képződik a, 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 az, hogy, hogy elég a falban a, 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 vezeték. Erre nagyon kell vigyázni. Én ezt meséltem nektek, hogy az összes, összes létező kábelt, ami, ami van itt a lakásba mindent kicseréltettem ilyen jó vastag részkábelekre. pont ezért, hogy ne legyen ilyen. Igen, igen, Fly, csak ö, nem mindenki figyel erre oda. Tehát, ö, érted, beköltöznek, benne van szépen, ö, mert, mert fel van újítva, meg mit tudom én, stb. Jól néz ki és akkor rádúgják érted a cuccokat, és akkor mondjuk beköltözik egy, egy olyan család, akiknél mondjuk így az elektronikai cuccok azért hogy előtérve vannak rendesen, apukának gamer PC, anyuka nyomja a porszívót érted, a gyerek is mondjuk fogja magát, és elindítja a saját PC-jét, és akkor közben még mikrózunk, meg mit tudom én, és akkor könnyedén megtörténhet a probléma. Én amúgy kértem itt ö, teljesítménynövelést is. Már hogy olyan szempontból, hogy. Ö, hogy ö hogy ö, ugye nyilván itt van két számítógép, keverőpult, mikrofon, processzor, fénypult, ö, egy, kettő, három, négy, öt, öt, öt LED lámpa, jó, LED az nem annyira vészes, de de megy a hűtő, mit tudom én, tehát hogy, hogy na, szóval értitek, tehát sok minden van, ennek köszönhetően ö, én úgy voltam vele, hogy hogyha nekem ennyi ö, ö, fogyasztásra, meg az, azonos időben történő energiafelvételre van szükségem, akkor ennyit bír. Írjon, hogy biztosan ne legyen baj. Rázott a fal, meg ilyenek. Hát, na igen. Persze, mert abban az időszakban mi fly, 70-ben, meg, meg, meg 60-ban, meg ilyenek, azért nem nem, 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 nem erre a fogyasztásra tervezték ezeket. Á, ah, tehát ha erre, figyelj, van egyáltalán olyan így a magyar streamerek között, aki végigvitte már a játékot? Tehát aki teljes mértékben végigvitte? Hát nem hiszem. Nem hiszem. Arról nem is beszélve, hogy, hogy pont erről beszélgettünk nem olyan régen, hogy, hogy így viszonylag gyorsan lecsengenek a hype -ok, és a többi, és a többi, és a többi. Nem, 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 mit végig, dehogy. de hogy, de, nem. Igen, igen. csak tudod, ez is egy olyan kérdés, ez a 3 amper sokkal biztonságosabb, mint az 1x20. Ö, igen, rendben van, csak csak tudod, ebbe az egészbe az a, az, az érdekes, hogy, hogy attól függetlenül egy kábel jön ám be, egy kábel jön ám be a, 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 a panelba, és mindenki arra van rácsatlakozva. Tehát összességébe véve az egy másik kérdés, hogy én abból Többet tudok kinyerni idézőjelbe véve. De attól függetlenül ugyanaz a mennyiség érkezik be. Tehát majd, tehát hogyha ez, ezzel arra akarok kiukadni, hogyha itt tegyük fel, mindenkinek eszébe jut, hogy kicseréli a kábeleket, meg a villanyórát, meg a, 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 az összes ilyen ö, cuccot, és mindenki teljesítmény és mindenki orvaszájba nyom, ö, nyomat mindenféle eszközt, ami nagy energiafelvételű, akkor előbb-utóbb mindenkinél befosik a történet. Érted? Igen. Mert a, a főérrel lesz akkor probléma. Ja, Csabi, figyelj, hogyha, hogyha én ezt is streamen kívül játszottam volna, tegyük fel, streamen kívül, akkor valószínű, hogy, 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 hogy én is a vége felé lennék már. Tehát ez sőt, lehet, hogy már befejeztem volna. Így van, pontosan. Pontosan, ne Én Én ezt ki is jártam ezt a dolgot, tehát ö, ö, nem hiszem, hogy ez pénzbe került, vagy, vagy valamennyibe került. Ezt most nem tudom pontosan. Nem tudom, de, de azt tudom, hogy kellett kitölteni formanyomtatványt, meg mindent, tehát valami, valami ilyesmi volt. És be kellett menni a szolgáltatóhoz, hogy teljesítménynövelés. Bizony. Én, én, legalábbis erre emlékszem, de ennek amúgy nincsen ára. Ugye, srácok, hogyha valaki szeretne teljesítménynövelést kérni így a, a, az elektromos hálózatot illetően, enne, vagy, 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 az, annak van valami, van valami díja, vagy ilyesmi? Kétszer nem, de felette van. Aha. Nem. Jó, 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 köszi, köszi az infót. Jött egy másik info is, most nem tudom, hogy melyik a jó, de jó. Vaní a teljesítményhez kötött. Hát én nem tudom, hogy mennyit, mennyit fizettem akkoriban ezért, vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy ingyenes volt, vagy, vagy, vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. De igazából ez most itt lényegtelen is. Hadd kérdezzek már tőletek valamit. Mert van egy van egy van egy kolléga, olyan szempontból kolléga, hogy ő is -e, és, és az lenne és, és vele szoktunk emlegetni egy mondatot mostanában elég sokat. Hadd kérdezek kérdezzek tőletek valamit, hogy mi a véleményetek a játék streamekről amúgy mostanában? Nem úgy értem, hogy, hogy, itt az én csatornámon a játék streamekről, hanem úgy általánosságban véve egy a játék streamekről néztek a játék streamet? Nem néztek játék streamet? Ha néztek, mit néztek? Érdekes, nem érdekes? Uncsi, nagyon szeretitek. Na, tehát hogy mi a vélemény erről? Kíváncsi vagyok, legfőképpen hát kit kérdezzek meg, ugye, ha nem titeket. Mi újság a játék streamekkel? Én monitor nézek csak. Attól függ, mennyire köt le egy puzzle game képes három órán keresztül is olykor. Ha nem lennének, talán nem vennék meg egy gémet sem. Kedvet csinálnak? Kedvet csinálnak, Gábor? Új, basszus. Új, basszus. Én szinte csak azt nézek, de 90%-ban külföldieket. No offense. Miért sértődnék? Ne, én ezt sose értettem, amúgy megmondom őszintén. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt sose értettem, hogy, hogy, hogy most azért valaki megsértődik, mert te más nézel. Tehát, hogy, hogy már bocsánat, de hogy, hogy ki, ki az, aki azt gondolja magáról, hogy nullától hogy 24 óráig az év 365 napján olyan izgalmas és érdekes, hogy, hogy őt kell nézni mindig? Tehát, hogy én, én ezt sose értettem. Tehát, hogy. És hogyha belegondolok, akkor volt egy időszak, amikor én is így nézegettem streameket, most annyira már nem, hogyha mondjuk nézek is, azt azért nézem, hogy mit tudom én, mi az, amivel játszik, mert azt mondjuk nem ismerem, vagy hogy egyáltalán, hogy hogy kommunikál a nézőkkel, vagy hogy nem kommunikál a nézőkkel, vagy milyen az az overlay, vagy, vagy tehát ilyen, ilyen szakmai érdeklődés, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt megfogalmazni, hajt így a streamekkel kapcsolatban tehát ilyen, ilyen, pár percre egybe belesek, ide-oda, amoda, és, és alapjába véve ez a helyzet. De de sose gondoltam azt, érted, hogy, hogy, hogy tehát ez, ez, azzal nincs semmi probléma, érted, hogyha, hogyha mit én, itt azt mondod, hogy nézed a, mit te akárkit. Hát most ez, ez, ez az nekem nem probléma. Tehát, hogy, mert írtad, írtad aranyosan, hogy no offense, hát most azért, mert külföldieket nézem. Miért ne nézhetnék külföldi? Hát nézzék külföldit. Hát én is bebenézek ide oda -amoda. Hát hogy nem? Amúgy meg kell állapítsam, hogy valami hihetetlen, hogy, 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 hogy ilyen több ezres nézőszámmal büszkélkedhető, vagy, vagy, büszkélkedő csatornáknál, külföldi, külföldi csatornákról beszélek, Hát nem igaz, hogy nem tudnak egy, egy, egy overlay-t, vagy valami, valami dizájnt, vagy, vagy nem tudom, valamit pattintani érted, ami úgy kb. jól néz ki. Tehát ilyen igénytelenül oda cseszett izé és, és most olyan érted, olyan, olyan kaliberű streamerekről beszélek, akik tényleg ilyen, ilyen 6-7-8 ezer embert érted oda vonzanak, és akkor megy a jazz chatting, és akkor mit tudom én, ott látsz, látsz egy olyan szobát, hogy hót rumli van mögötte, meg, meg le van hányva a fal, meg mit tudom én, most egy kicsit így túlzok, de hogy így értitek. Üm, néhányan érted, még majd meg majd megfeszülnek, érted, 60 nézővel, meg, meg 20 nézővel, meg, 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 meg 213 nézővel, hogy, 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 én most nem akarok érted neveket mondani Biflive, tök mindegy, tök mindegy. De nála sem láttam, az pedig biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy fut, futná neki egy jó kinéző itt hogy hogy itt valami legyen mögötte, ami vállalható. na, szóval igen, igen, és azt nem értem, hogy, hogy, hogy neki csak annyi dolga lenne, hogy mit tudom én, hogy, hogy akkor legalább egy designert érted fel, felkér, hogy te figyelj, csináljál már nekem egy, egy, egy teljes stream designt. overlay panelekkel, mit tudom én, jelenet átmenettel, stb. Tehát egy, érted, és, és, nyilván valószínűleg tudná fedezni a, 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 támogatásából, de valamiért mégsem teszi. De ez miért van? Hát persze, Ricsi, pe, persze, Ricsi, ezt, ezt még a mai napig ö, rengetegen nem értik. Ö, ezt re, rengetegen nem értik. Ö, Na te, jó, hát most itt tudom én, hát majd, majd lehet, hogy megértik, vagy sose értik meg, de ezzel ez nekem nem kell foglalkoznom. Tehát, hogy ez, ez ne, nem az én dolgom. Ö, aki itt van, itt van. Ennyi. Sokan nem is értik, hogy miért néznek az emberek színe, pedig volt, ö, ö, hogy ugyanazt a játékot játszották, de ö, én megnéztem mind, ö, mind a három színe és hát itt plusz a személyiség, ami még a játékokhoz adódik. Köszi. Tehát akkor nem, nem, sikerült még erre tenteni. Téged ne aggódjál, ami késik nem múlik. Tizátlag nézőm szokott lenni Max múltkor, hatvan néztek egy csajt, aki ruhát hajtogatott. Nem, mert annál megmondom őszintén, igénytelnebb dolgot nem tudok elképzelni, hogy, hogy valaki ö, zabál a streambe, még csak beszélgetni se tud a nézővel, mert tele van a szája, és ö, jó, értem, megideologizáltuk, social eating. De azért, mert ragasztottunk erre egy címkét, az még nem jelenti azt, hogy, izé, hogy, hogy, hogy ez egy jó dolog. És hogy... Na. Szóval én ezt, én ezt nem, nem nagyon tudom hova tenni. Na, szóval visszatérve, visszatérve az előző ö, témára, Szevasz Mr. Gábor, tehát azt nem értem, hogy hogy ö, ha már így fölhoztátok Mifly példának, hogy hogy ott biztos vagyok benne, hogy ö, lehetne lehetne ö, valamit gurítani, nem? Tehát, hogy, hogy így Mit tudom én fölkeresni valakit, egy egy, egy egy grafikust, aki csinál ezt azt tavaszt, érted neki? Hát most, én, én, fú, hát én lennék érted a legboldogabb, hogyha, hogyha, hogyha lennének ilyen lehetőségeim. Ha lennének ilyen lehetőségeim, hogy hogy, hogy azt mondom érted lesz, egy grafikusnak, hogy te figyelj, szeretnék most váltani, csinálj már nekem ezt, 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 ezt. Jó, 400 ezer forint lesz. Jó, oké, rendben van, oké, itt van, tessék. örülnék neki, hogyha, hogyha, ha érted, ez így, így menne. Hát eljött, én csinálom. Olyan is. Na, de attól, attól függetlenül. Olcsó transformátor érdekel? Hát akkor nálatok is, nálatok se volt áram, jó van, Mr. Gábor. De néztem, amúgy itt a környéken több olyan részt írtam a, a, a szolgáltató, ahol, ahol érintettek a, a, a kedves fogyasztók. Úgyhogy hát igen, így történt. Így történt az eset, amikor a mennyezet repedezett. nekem a medencés meg a fül. Ja, igen, most arra is rátérhetnénk tök mindegy. Én most nem akarok ezen, ö... én most nem akarok ezen zsűrizni, tehát félreértés nehesség, csak, csak, ö... csak, annyira egyszerű lenne. De annyira egyszerű lenne, és igazából megkockáztatom, jobb is lenne fogyasztani a tartalmát, nem? Tehát az olyan megkapó tud lenni, hogyha, hogyha jól néz ki, és erre például iszonyatosan jó példa doktor Disrespect. Nagyon-nagyon jó példa. A dokit lehet nem szeretni, meg szeretni, meg, 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 nagyon sok olyan megnyilvánulása volt, amivel tényleg az ember nem feltétlenül tud egyetérteni, tehát nem ez a lényeg. Viszont, 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 viszont ott van egy olyan design, egy oly olyan sóelemek, olyan olyan vizuális ö, ö, hatások, amik amik iszonyatosan jók, és feldobják az egészet, és, és hogyha van valamit tanulni tőle, akkor ez az. Tehát, hogy jó, oké, okay, az egy dolog, hogy, hogy folyamatosan ott dolgozik egy... Ö, 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 egy figura, aki az, a 3D animációkat készíti, ö, grafikus, ö, egy ember, aki a, ö, tehát kvázi ilyen félig hangmérnöki ö, dolgokat lát el, miközben megy a stream, tehát hogy ott, ott ülnek mellette. Tehát most nyilván én ezt így, így szerencsétlen ki streamer, ezt nem tudom kivitelezni. Nyilván nem tudom kivitelezni, ö, <kül> hogy tudnám. Ö, de értitek? Tehát. Ö, tehát van, van ö, hála az égnek példa a másik oldalra is. Igen? Hát az se szerencsés, Mr. Gábor. <coughs> ja, ez most egy kicsit ilyen egyszerű lett, Csabi, vagy, vagy nem tudom, de, de nem ez lesz az utolsó, majd változtatunk ezen, aggódjál majd. Ö, igen, egyet tudok, egy, egyet tudok érteni veled, Csabi, a korábbi hozzászólásoddal, ö, hogy, hogy, hogy nem a dizájn a mérvadó. Oké, okay, csak ö, csak tudod, ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy az ember próbál mindent megtenni. Tehát, hogy, 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 hogy jó legyen, meg, meg ez az amaz. Érted, Érted, hogy mit mondok ezzel a dologgal? Tehát, hogy, hogy minden fronton. Ö, ha nem is az, hogy kifogástalan legyen a dolog, de miért ne, nem tudom, én legalábbis ilyen vagyok, meg megpróbálok, mit tudom én, egy adott tevékenységben van, mit tudom én, négy faktor. Akkor nem csinálom azt, hogy mit a kettőt húzok, mint az állat, és akkor a másik kettőre szarok, hanem, hanem, hanem azt csinálom, hogy megpróbálom mindegyiket a lehető legjobban kimaxolni. Érted? Na mindegy, Hát erről ennyit. Szóval, ö, szóval a lényeg az, hogy hogy ö, ezeket így viszonylag nehezen tudom hova rakni. Most már látom, nem lesz itt Ratchet and Clank. Nem, el, elbeszélgetjük itt az időt, de most mit csinálják? Jó dolgokat vet, vetettetek föl, meg, meg ö, valamire elkezdtem beszélni, nem tudom, csak így jött. Bocsi. <kül> Nála az más, nála az image az, hogy ő az egyszerű nép gyermeke, boy next door. Hát de nézd, attól még, de figyelj, várjál, mondok, mondok, mondok én ennél, ennél sokkal közelebbi példát. Miért a, Jani, meg a Pisti nem, a, nép egyszerű gyermeke? Dehogy nem. Hát dehogy nem. Ott is ugyanez idézőjelbe véve, ahogy mondod az image. Attól függetlenül érted? Hát csináltak egy stúdiót, érted? Ami, több részből áll, és a többi, és a többi. Hát ez ettől ugyanez. És attól még nem, nem, igénytelen a, a kinézet. Tehát, hogy érted? Tehát attól még, hogy valaki, a, ahogy te mondod, a nép ö, egyszerű ö, ö, gyermeke, attól még, ö, attól még ilyen téren ö, gúr, is guríthat nagyot. Hát, mert Dr. Disrespect sem úgy született, hogy hogy ö, mi a fenével, ö, szemüveggel, meg ö, parókával, meg ö, teljes harci díszbe jött ki az anyukájából, érted? Tehát ez, ez, ez nem így megy. <coughs> Most az tök, tök, tök lényegtelen, hogy most szereted-e őket nézni, vagy nem szereted-e őket nézni, de, de ez, csak egy, ez csak egy példa volt így arra, amit írtál. Tehát attól, attól még szerintem senki... hogy hogy mondjam ezt? Tehát szerintem főleg, egy akkora csatornának, mint, mint, mint például az mongol, meg meg, 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 sorolhatnék még ilyeneket, akik már tényleg ilyen böszmen agyok, és jó, hát nyilván most magyar, magyar, piac, külföldi piac, azért van egy, van egy érdekes reláció, de attól függetlenül egy, egy ilyen szinten szerintem azért az embernek kutya kötelessége az, hogy olyan, olyan ö, ö, eszközökkel gurítson, olyan, olyan ö, ö, környezetből, ami, ami, tehát a, a, ami, ami amiről az süt, hogy, hogy ő, ő, ő nem csak, hogy komolyan veszi ezt a dolgot, de hogy fontos neki. Tehát, hogy legalább legyen bágyazva mögötte. De, de érted? Tehát hogy, hogy na, Nem tudom. Nem tudom. Ö, jó, mindenki máshogy. Én ezt elfogadom. Jobban szól a hang, vezetés közben hallgattam, és nem ö, igazán volt lehetőségem akkor írni. Én azt mondom, hogy a kocsiban úgy ö, vehető észre a jobb, hogy rádiós hangod lett, ami jó volt vezetés közben hallgatni. Aha, értem, értem, András. Jó, oké, te mondod, rendben van. Rendítsek. Na figyeljetek, mit akarok mondani? Ma már szerintem nem állunk neki recsitent klenkezni, viszont viszont holnap reggel órázunk egyet, és utána nagyon valószínű, hogy folytatjuk. Jó? Ez, ez a tervem. Tehát hogy fogadó óra után hogy jó, kibeszélem magamat, és akkor levezetőleg fogunk egy kicsikét recsitent klenkezni, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor este lesz 5 órától az SO stream, vasárnap reggel megint csak fogadóra, utána valamit játszunk, vagy vadászunk, vagy még a recsit, biztos, hogy van még belőle, az tuti, és akkor vasárnap este meg befejezzük a recsitet. Szerintem körülbelül, de körülbelül, ilyen, ilyen terveim vannak. Szerbusz hetele. Hello, hello. Ilyen, ez lesz szerintem a menetrend, jó? Ma nem lesz. Ma, 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 ma nem lesz bitumen. Nem. Ma, ma szerintem nem, ne, nem játszunk. Nem játszunk. Most tényleg rettenetesen elbeszélgettük itt az időt, mert így, tehát hogy juthattunk idáig a hifiktől, tehát az egyszer nem tudom ö, megmondani. Mikrofon vásárlás előtt állok, megnéztem, hogy a tiéd milyen, hát kicsit megállt a szívem az árán. Ja, jó, jó, oké, okay. igen, ö, értem, viszont ö, nekem szerintem nem is ö, feltétlenül lenne szükséges ez a mikrofon. Attól függetlenül erre a kérdésre rettenetesen érzékeny vagyok. Tehát arról nem is beszélve, hogy ez még egy, ö, egy mikrofonprocesszorba, egy DBX286-osba csatlakozik bele, és úgy megy rá a keverőpultra. És a keverőpultból be a hangkártyába. Tehát, hogy ez önmagában nem szól így, csak van még az az eszköz, egy ilyen kis deck-szerű akármi, egy köből ekkora ilyen vastag, és a, a fenne, monitor alatt honol, és látom, hogy a kis ledek így mozgolódnak, ahogy így beszélek, és nagyon jó nézni őket, így elvarázsol, és nagyon örülök neki. Na, mm, van, vannak például tök jó ród mikrofonok, amúgy jóval olcsóbban, és tök jó szólnak. Csak mondom egy tip de, de ha gondolod, segítek nagyon szívesen Ginger, mert vannak, vannak például az NT széria például a Róttól, tök jók tök jók és működőképesek és használhatók, de van még azon kívül új is, ami, 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 sokkal jobb. Ma mindenki magával játszik. Igen, Bubu, pontosan, pontosan kiváló meglátás, legyen így. <laughs> ja, edd eddig, sikeresen egy három, három és fél órát. <laughs> Na, igen, igen, pont ezt akartam mondani, Diesel. Pont ezt akartam mondani, és főleg, 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 olyan szempontból jó, hogyha mondjuk streamelsz, meg, meg ilyesmi. Ilyen szempontból tök jó. Ne, hagyjuk már bitumen, mutkod, és kiklippeltetek valamit, és akkor nem győztem itt pironkodni. Jézus már, ginger! Elérzékenyülök. Elérzékenyülök, és nem nem tartom magam méltónak rá. Ja, Bocsánat, ettem egy ilyet. Amúgy én már kinéztem magamnak egy keverő keverőpultról. Na jó. Majd ez megdöglik, és szerintem közel állunk hozzá. Egy csatornám már, már offos. Az egyes csatorna, amin a mikrofon ment, az, 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 az megadta magát valamiért. Mi baja is van annak? Nem tudom. Nem tudom, de nem működött. Nem segítek rá. Miért segítenék rá? Hát minél ütlegeljen, vagy, vagy mit csinálják vele? De, hogy? Nem, ö nem, csak az egyik csati az meghalt rajta. Nem tudom miért. Ö már kinéztem, hogy mi lesz a következő, csak iszonyatosan drága. Na, srácok, figyeljtek, találkozunk holnap reggel, ö reggel kilenckor, úgyis maraton lesz. Ö holnap reggeli maraton. Mm, reggel 9 kor indul a fogadóra mindenféle témákkal, ha még esetleg van olyan téma, ami, amit nem dobtatok be Discordra, és uh, szívesen beszélgetnétek róla, akkor azt itt uh, megtehetitek itt a Discord csatornának a linkje. Illetve a több más egyéb um, csatornának a linkje, de ott megtaláljátok. Mm, akkor ezt pattintsátok oda be, és uh, holnap reggel 9 órakor találkozunk, és. Uh, Kicsit dumcsizunk, nem is kicsit, sokat, és utána pedig folytatjuk a recsitent klánket, este pedig uh, SO stream a nemzeti nagyjainkkal, hogy értve ez alatt azokkal, akik uh, esóban Magyarországon, és hát, mint meg tudtam, nem csak Magyarországon meghatározó alakok, tehát ilyen nemzetközi rédliderek vannak, meg, meg hasonló. Úgyhogy, uh, <kül> úgyhogy. Uh, Hát így a magyar közösség krémjével sikerül holnap játszani, iszonyatosan durva lesz. És hát ugye vasárnap is nagyot megyünk, mert reggel kilenckor kezdek, és megint csak beszélgetünk, és utána játszunk, és vasárnap este pedig teljes mértékben befejezzük a recsitet, úgyhogy ez a tervem, várlak benneteket, nagy szeretettek, köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és egyetek sok-sok banános gumicukrot, meg diós jégkrémet, jó? Mert azok nagyon finomak, és csináltassátok meg a, az otthonaitokban az elektromos kábeleket, az nagyon fontos. Vigyázzatok magatokra. További szép estét, szevasztok!